Szép napot kívánok, akkor nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőhölgyeket, urakat, akik figyelik a munkánkat, köszöntöm a kisebbségi önkormányzati vezetőt, egyet, hivatal dolgozóit, a megjelent érdeklődőket. Megállapítom, hogy a megválasztott 38 képviselőből 30 jelen van, az ülés tehát határozott. Edzőkönyv hitelesítők, Viszt János és Györgyevics Miklós képviselő. Javaslom, ismét egy kiváló páros. Határozott. Nálam Cooper András frakcióvezető úr, parancsoljon, hogy a szó megadom. Szót 5 perc. Köszönöm a szót, polgármester úr. A napokban, parlamentben a végére értünk a költségvetésnek. Hosszú vita zajlott, rengeteg módosító indítvány érkezett. És a végszavazáson a koalíciós képviselők igennel szavaztak, az ellenzékiek nem. De mire is szavaztak a koalíciós képviselők, köztük Molnár Gyula is, meg Lakos Imre is, igennel? Az a rengeteg módosító indítvány, amelyet elutasítottak az első körben, a módosítók köreiben, azok olyan kerületi célokat fogalmaztak meg, mint például a Hausmann létesítmény sportcsarnoknak az átvétele, a Grosi iskolában, a sportudvar, sportcsarnok létesítése, a Dunapart 22. kerület felüli részének szabadidőparkká történő fejlesztése, az egyes villamos meghosszabbítása, amit egyébként Lakos Imre oly szeretettel támogat, az Albert-Falvi híd, a Tüskecsarnok, a Budai Parkszínpad és a Feneketlen tó rendbetétele, a Citadella, vagy a Sashegyi természetvédelmi terület és védőzóna gondozása, a túlépített városrészekben, lakóparkokban, a parkok fejlesztése, játszóterek kiépítése, a Sashegyi területen csapadékvízelvezetés, járdaépítés, útépítés. Mivel a Gyest ugyanez a kormány 2 évre csökkentette, megszűnnek közben azok a munkahelyek, ahova a kismamák visszamehetnének dolgozni, nincs kire hagyni a gyerekeket. Általános probléma az országban, hogy kevés a bölcsődei férőhely, benyújtottunk egy ilyen típusú módosító javaslatot is, ezt is leszavazták képviselőtársaink. És ugyanúgy leszavazták a szocialista szabaddemokrata képviselők azokat a módosító javaslatokat, amelyek a HPV, a humán papilloma vírus bevezetését szolgálták, vagy amelyek azt célozták meg, hogy a 4-es metrót a kormány segítse meghosszabbítani a virágpiac irányába. Miről szólnak ezek a módosító indítványok? Semmi másról, mint azokról az ígéretekről, amelyeket egyébként kormánypárti politikusok rendre megtesznek itt a kerületben. És Molnár Gyula egyet sem szavazott meg ezek közül. Ez azért szomorú, mert rendre azt a választ, azt a magyarázatot kapjuk ezekre a fölvetésekre, ezekre a költségvetési módosító indítványokra, hogy ezek összességében akkora összeget igényelnének, hogy természetesen az ország nem tud eddig nyújtózkodni, az országot fedő takaró nem olyan nagy, az is megérne egyébként egy külön misét, hogy miért lett ilyen rövid ez a takaró. De ez nem magyarázat arra, hogy egyetlen egyet ezek közül miért nem tudtak megszavazni. Egyetlen egy képviselő, a 11. kerületi képviselők egyikője sem, szociális képviselők egyikője sem szavazta meg ezeket. Miért? Egyetlen egyet kellett volna csak. És akkor mondhatta volna azt Molnár Gyula, hogy ő igen, támogatja a 4-es metró meghosszabbítását. De ezek után már nem. Hitelesen legalábbis nem. Én azt gondolom, hogy az a költségvetés, az a kormányzati munka, amelyel az ország olyan mélyre süllyed, hogy élvonalbeli országból sereghajtóká váltunk, az önmagában jellemzi a szocialista szabaddemokrata kormányzás eltelt 7 évét, és ugyanezen az úton megy tovább a jelenlegi költségvetés is. A következő évben iszonyatos elszegényedésnek leszünk szemtanúi,
már most is gyermekszegénység van, és gyermekéhínség van az ország több pontján. Az önkormányzati támogatásokat oly mértékben csökkentette le a kormányzat, hogy lesznek települések, már vannak olyan települések például a Baranyában, ahol az eddigi gyermekétkeztetés pontjain már nem tudnak melegételt adni, már csak zsíros kenyeret adnak a gyerekeknek gyermekétkeztetés keretében. Dicsekszik a kormány azzal, hogy csökkentette a távhőáfáját, persze harmadjára, háromszor szavazta le a mi javaslatunkat, és azok után szavazta meg a távhő áfájának csökkentését, minek utána egyébként minden más áfát megemelt 25%-ra. Álságosak mindazok az ígéretek és mindazok a mondatok, amiket eddig tettek, és bizony megbuktak hazugságból a költségvetés szavazásánál is, hiszen egyetlen egy olyan célt, amit eddig verbálisan itt a képviselőtestület ülésein támogattak, a parlamentben, ahol ezekről dönteni lehetett volna, ahol ezeket el lehetett volna fogadni, ahol a javaslatok mögé állami forrás lehetett volna hozzárendelni, ott viszont leszavazták. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. További napirendelőtti hozzászólásra hozzám nem érkezett igény. Jegyzőasszony jelezte, hogy kíván itt a napirendelőtti szakaszba szólani. Ővé a szó, parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület! Ahogy látták, a minden képviselő hölgy és úr előtt egy rongybaba, az UNICEF üzenete van. Tekintettel arra, hogy az UNICEF képviselője nem tudott megjelenni, ezért engem kért meg, hogy egy pár szóban ismertessem, hogy miért került ez az önök asztalára. Az UNICEF Magyar Bizottsága rendhagyó módon kívánt megemlékezni a gyermekjogi egyezmény elfogadásának 26. évfordulójáról. Úgy gondolták, hogy ezekkel a rongybabákkal, amelyeket gyerekek és különböző jótékonysági szervezetek készítettek, ezzel emlékeztetik a döntéshozókat arra, hogy milyen fontos szerepet játszanak a gyermekek helyzetének alakításában. Ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, itt a helyettes hölgy és urak jelezték, hogy nem kívánok. Tévedtem, Lakos úr szó. Köszönöm szépen a szót. Itt a jelenlevő képviselőknek, vendégeinknek, hivatal dolgozóinak, a minket néző tévénézőknek ezúton kívánok nagyon boldog, kellemes, nyugodt karácsonyi ünnepeket és egy egészségben, jólétben gazdag új évet. Köszönöm mindazoknak a munkáját itt a hivatalban, akik segítették a mi munkánkat. Úgyhogy frakciónk és a magam nevében kívánok még egyszer boldog karácsonyt és egy szép új évet mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hasonló hangulatban azt akartam volna mondani, hogy nem akarnám még elkezdeni a választási kampányt, ezért nem reagálok hosszasan Kúper András olyan szavaira, amire nagyon valószínűleg nagyon sokszor fogunk itt a választási kampány során vitát lefolytatni, és bízzuk az emberekre a döntést. Nos, rendőrkapitány úr jelezte, hogy üldözi a bűnt, és nem tud ma sem részt venni az ülésünkön. Várjuk őt szeretettel a következő ülésünkön, hogy tájékoztasson minket a sikerekről. Szavazási idő megállapítás, 11 másodperces szavazási időt javasol, pocsaban mondok, és akkor kérném, hogy próbálj meg mindenki figyelni a papírját, mert itt az élet egy picit bonyolódott az elmúlt napokban. Tehát a következő: az eredetileg kiküldötthöz képest az egyes napirendi pontot visszavonom, költségvetési rendelet módosítását, azzal, hogy szeretném itt a napirendi vitában jelezni, hogy frakciók többségével egyeztetve a Károli Gáspár tér izraeliti hitközség épület felújítása támogatható minden frakció által, tehát nem azért történik, ami történik, ezt egy januári testületi ülésen meg fogjuk tudni oldani. A költségvetési rendelet módosítását most viszont visszavonom. Új napirendi pont, sürgősségi napirendi pontra teszek javaslatot. Az egyik a Tétényi Etele Vahot Bátfai utca által határolt terület változtatási tilalom elrendelés visszavonása. Szeretném tájékoztatni önöket, az előterjesztésben fogják látni, amennyiben napirendre vesszük. Főpolgármester helyettes úr kéréssel fordult hozzánk, a Közép-Magyarországi Operatív program keretén belül pályáznának egy integrált városfejlesztési
üggyel, amit érinti ez a változtatási tilalom, nem tudják így beadni a pályázatot. 1,2 milliárdos pályázat van előkészítve, kérik a mi ilyen típusú hozzájárulásunkat. Ez ennek a tilalomnak a visszavonását jelentené, amennyiben tárgyaljuk. Közép-Magyarországi Operatív Program szintén Budapesti Integrált Városfejlesztési Program, ez viszont a mi kulturális városközpontunk. A január 5-i pályázati beadási határidővel egy közel 800 millió forintos pályázati anyag készült el. Azok az ügyek, amikről a testület már döntött, tehát a Gárdonyi tér, a Bartók 32, a homlokzat felújítási ügyek és a helytörténeti múzeum. Egy 170 millió forintos önrészt feltételez ez a pályázat, kb. 20%-os önrészsel lehet pályázni. Nagyon kérem, hogy ezt támogassuk, és így be tudjuk adni a pályázatot. Budahold Kft. Egy technikai hiba történt a beadott alapító okiratban a legutóbbi májusi módosításunkkor, vagy márciusi módosításunkkor ennek a korrekciója, ennek szó abszolút technikai dolgról van szó, és a Gyógyír közhasznú Kft.-nél egy bérkorrekciós támogatással kapcsolatos javaslat szerepel, ugye itt a 30 millió, 60 millió, 30 millió forintos bérkiegészítés maradványának a szabad felhasználásáról döntünk, amennyiben döntünk. Másodfok, a bizottság ugye megint nem tudta időben tárgyalni, ez is sürgősségi napirend lesz, és a Fidesz frakció kezdeményezésére felügyelő bizottsági tagcsere az Újbuda 11 vagyonvédelmi szolgáltató non-profit Kft.-ben. Ezek tehát a sürgősségi napirendek, amit javaslok. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy 4 önálló képviselő indítvány érkezett, amelyeket én most ezen az ülésen való megtárgyalását, de általában sem támogatom. Szabó András képviselő úr önálló indítványa előzetes kötelezettségvállalással foglalkozik, Zöld Gellért indítványa szintén előzetes kötelezettségvállalása 2010-es költségvetésre. Kuper András javaslata Budaörsi Bajmóci Holdvilág KST visszavonásával kapcsolatos, és Hajdú László képviselő az írhásárok életveszélyes megszüntetésével kapcsolatos. Tájékoztatom minden egy képviselőt, hogy van lehetősége szóban érvelni a javaslata mellett, és szavazást kérni, bocsánatot kérek, ezt múltkor valóban ugye ez elmaradt, bár nem kérték. Tehát az a kérésem, hogy amennyiben kérnek róla bármelyikről külön szavazást, akkor ezt meg fogjuk tenni, amennyiben megkapja a szükséges többséget, akkor a következő testületi ülésünk napirendjére kerül. Már majdnem mindent elmondtam, nincs más hátra, mint az, hogy a gyorsított eljárásban tárgyalhatókat röviden elmondom, jól állunk. A rendeletalkotás a fászáró növényekről tud gyorsítottba menni, fehérvári vegyész Hunyadi Mezőkövesd tud gyorsítottba menni, képviselőtestület első fél év tud, hiszen nem tárgyalt a bizottság, ha nincs ellenvetés, javaslom gyorsítottban. A Dombovári utca 12 négyzetméterre tud gyorsítottba menni, másodfokú döntés tud gyorsítottba menni, és a prokultúra tud gyorsított eljárásban menni, ez elég sok. Igen, a régi számozás alapján 2-es, 3-as, 4-es, 7-es, 8-as, ja, az már az új. Na jó. Köszönöm szépen, akkor azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Nem mondtam el mindent. A névtelen közterületeket visszavonta az előterjesztő, és nekem olyan papírból dolgozom, mert már az triviális volt, de bocsánat, akkor ezt nem mondtam. Igen, szerintem most van az a pillanat, hogy mindent elmondtam, és akkor a napirend vitáját megnyitom, megadom a szót Kuper Andrásnak. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, a szót. Csak csöndben szeretném jelezni, hogy mi a hatos napirend, az új hatost. Napirendre vételét nem fogjuk támogatni. Ha visszaemlékszik a képviselőtestület, és engedjenek meg egyetlen egy mondatot, ezt a változtatási tilalmat akkor rendeltük el, amikor úgy láttuk, hogy itt azok az érdekek, amelyek a Kelenföldi Városközpontban a kerület számára fontosak, ezek sérülhetnek, akkor rendeltük el, és én nem gondolom, hogy a főváros szándékai felül nekünk nyugodtaknak kell lenni. Kifejezetten olyankor, amikor ezeket a szándékokat nem ismerjük, én nem javaslom, hogy ezt a tilalmat visszavonjuk. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani.
A másik pedig a zárt ülés napirendjeire vonatkozik. A 12 per, az eredeti javaslat szerinti 12-es, tehát a sportlétesítmény bérleti jogának megszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálását a törvény betűje értelmében zárt ülésen kell tárgyalnunk. Ezzel tehát semmi probléma nincsen, viszont azt mindenképpen javaslom, hogy a Hausmann-t, hiszen azt már a múltkor is nyílt ülésen tárgyaltuk, azt helyesen tárgyaltuk nyílt ülésen, azt érdemes, illetve nincs arra ok, hogy azt ne tárgyaljuk nyílt ülésen, tehát az a javaslatom, hogy a tisztelt képviselőtestület a nyílt napirendek között tárgyalja meg, és gondolom, mondjuk lehet az új napirendek sorában, mondjuk lehet az új hatos, tehát új hatosként bekerülhetne ez a javaslat, tehát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Viszt János, kéred a szavazást. Jó, akkor egy pillanat, képviselő, akkor visszaadom a szót frakcióvezető úrnak. Elnézést, megfeledkeztem arról, hogy van egy olyan előterjesztés, ami nem szerepel előttünk. Mindenki emlékszik rá, az iszlám központ ügyében több kört futottunk már meg. Én most szeretnék egy újabb esélyt adni a képviselőtestületnek, hogy felülvizsgálja saját korábbi döntését, hiszen azóta jó néhány olyan szempont merült föl, amelyet a korábbi tárgyalásaink során nem mérlegeltünk, többek között a nemzetbiztonsági probléma, többek között, és januárra ígérem a képviselőtestületnek, hogy újabb szempontokat fogok előhozni. Tehát én azt javaslom, hogy most tűzzük napirendre, hiszen úgyis csak januárban kerül akkor tárgyalásra. Köszönöm szépen a bizalmat. Köszönöm szépen. Viszt úr, visszanyomja? És akkor rövid a szó. Ja, köszönöm szépen a szót. Azt szeretném javasolni, hogy a Hausmann utcára vonatkozó javaslatot külön napirendi pontként tárgyaljuk, de ezt is zárt ülés keretében, hiszen alapvető érdekeit érinti az önkormányzatnak. Vagyongazdálkodási érdekét, tehát ezért én szeretném, ha továbbra is marad az átülésen, és javaslom, hogy akkor külön napirendi pontként 13-asként szerepeljen, illetve hát az eredeti 13-as beillesztve a megfelelő módon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megértettem. Lakos Imre. Köszönöm. Na, a Tétényi Etele-Vahot bátfai változtatási tilalom kapcsán annak idején, amikor ezt a változtatást, tilalmat elrendeltük, akkor levegőben lógott egy olyan ingatlan ügylet, amelyet a kerület nem szeretett volna, és tulajdonképpen valószínűleg ez a döntésünk is részben hozzájárult ahhoz, hogy ez az ingatlan ügylet így abban a formában nem jött létre, de ez a veszély elmúlt, ilyen ingatlan ügylet most nincs. Ami miatt most ez előttünk van, azt szeretném azért néhány mondatban egy kicsit bővebben ismertetni. A fővárosi közgyűlés holnapi, illetve holnap után ülésén napirend az Etele úti könyvtárra való beadott pályázat, amely mintegy 1,2 milliárdos felújítását jelenteni ennek a könyvtárnak 20%-os önrészbiztosítása mellett. Kérem majd a frakciót urat, hogy a frakció tagjukkal, aki szintén fővárosi képviselő, esetleg konzultáljanak még itt a ülés folyamán. Ez egy olyan lehetőség a főváros számára, amivel mi is szeretnénk élni ennek a pályázat keretében a Kút- és Városközpontnál, és ott is szükség van egyébként a főváros együttműködésére majd velünk szemben, mert a Gárdonyi tér és környékének tulajdonjoga az övék, ahhoz, hogy a Kút- és Városközpontnál pályázni tudjunk, ott is kell a fővárosnak egy kvázi lemondó nyilatkozata, együttműködési készsége. Tőlünk most a fővárosi önkormányzat azt kéri, hogy ez a változtatási tilalom, ha föloldásra kerül, akkor tud pályázni. Nem másra, ennek a könyvtárnak a több mint 1 milliárdos felújítására, egy 20%-os önrész biztosításával. Tulajdonképpen, ha mi ezzel most nem járulunk hozzá, akkor a fővárosi önkormányzat mint egy 1 milliárd forintos állami pénztől elesik, és így ez a könyvtár sem tud megújulni, tehát kérem, hogy fontolják meg ezt a döntést. Köszönöm szépen, a polgármester úr, Zöld Gellért.
Köszönöm szépen. A jegyzőasszonytól szeretném kérni, hogy a, most nem tudom már hányas, ötös vagy hatos, a lényeg az, hogy a zöld pardon és a Rio közterület használatáról szóló napirendi pontot vonja vissza a jegyzőasszony. Ez a következő miatt szeretném kérni. Én jegyzőasszonynak leadtam egy listát, egy csomó kérdéssel ennek az ügynek a megítélése kapcsán. Erre csak a mai napon tudtam megkapni a választ, és ezért én arra kérem jegyzőasszonyt, hogy vonja vissza, hogy ez elég összetett jogi probléma ahhoz, hogy ezt ilyen hirtelen meg tudjam ítélni, és ilyen gyorsan, ezért kérem a jegyzőasszonytól, hogy ezt a mai ülésen, ezt a napirendi pontot ne tárgyaljuk. A saját előterjesztésemmel kapcsolatban pedig, amit a, bár a polgármester úrtól, és igazából éppen ezért, mivel hogy nem hallottam semmilyen indoklást arról vonatkozóan, hogy ezt miért nem támogatja, holott ennek már el kellett volna hangzania, ezért én azt gondolom, hogy az előterjesztésem, ami egyébként a Karinti Frigyes út zöld felületeinek a karbantartásáról, javításáról szóló előzetes kötelezettségvállalást tartalmazza, továbbá a Sar utcai parkban elkezdett rendbetételnek a folytatását. Tudjuk mindannyian, hogy ez a park, korábban is már a testületülésre mutattam erről képeket, rendkívül elhanyagolt állapotban van. Tavaly elindult egy folyamat, jó lenne, hogyha ezt befejeznénk, nem hagynánk félbe ezt a munkát. Összesen 16 millió forintról van szó, tehát ha azt nézzük, az önkormányzatnak a költségvetéséhez mérten egy meglehetősen kicsiny összeg. Itt az előző üléshez képest annyiban módosítottam az előterjesztést, hogy mivel a fővárossal megállapodást köt az önkormányzat, például a Bogdánfi útnak az átadásáról, ezért természetesen az erre vonatkozó igényeket ebből az előző előterjesztésből kiszedtem, így az összeg is jelentősen csökkent. Úgyhogy ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Balázs Pirő László. Köszönöm a szót, polgármester úr. A lakosulát elmondottakkal kapcsolatban szeretném megjegyezni egyrészt, hogy én úgy tudom, hogy a fővárosi önkormányzatnak a városfejlesztéssel foglalkozó bizottságában talán ez a pályázat pont nem is ment át itt az épületre vonatkozó két helyek miatt. De hát gondolom majd, hogyha képviselőtársunk megérkezik, akkor ezt fogja jelezni. De amit ennél fontosabbnak tartok, miközben nyilvánvaló, hogy a könyvtár megújulása az minden kerületben élőnek az érdeke lenne. De vajon ez a pályázat egy olyan átgondolt döntést is tartalmaz, hogy ez az épület meg fog tudni maradni, hiszen eddig ugye minden létező terv itt az egész területnek a bontását irányozta elő. Egyáltalán ez mennyire tartható meg önállóan ez az épület az egész városközpont nélkül? Nem fog az előfordulni, hogy most erre jelentős EU-s és belföldi pénzek lesznek elköltve, majd utána 2-3 év múlva majd egy beruházói szándék nyomán elbontásra kerül benne a el nem vihető sok százmilliós beruházással együtt. Tehát ezeket nem tudom mennyire gondolták át, és a főváros erről hogyan tájékoztatta a polgármester vezetést. Nyomtam. Köszönöm szépen. Molnár László. Köszönöm szépen a szót. A Hausmannal kapcsolatban én is azt szeretném kérni, hogy ez kerüljön nyílt ülésre. A víztúr felvetésével kapcsolatban éppen azért, mivel egy alapvető vagyoni kérdés, és azt gondolom, hogy az önkormányzat alapvető vagyonáról van szó, ezt illik nyílt ülésen tárgyalni. Különösen, hogyha ez egy egyetemmel létrejövendő esetleges kontraktusról szól, hiszen az egyetem is alapvetően, ugyanúgy, mint az önkormányzat, költségvetési forintokkal gazdálkodik, így nem látom annak értelmét, hogy itt extra üzleti titkokról beszéljünk. Az, hogy a Sportmax zárt ülésen van, az törvényi kötelesség, az, hogy szívem szerint azt is nyíltan tárgyalnám, de azt tudomásul vesszük, hogy ez törvényileg a zárt ülésen kéne tárgyalni. Azonban az, hogy a Hausmann zárt ülésen tárgyaljuk, annak szerintem semmi észszerű magyarázata nincs. Köszönöm.
Igenis, bocsánat, már Visztúrnál akartam mondani, de akkor most elmondom, ha még valaki érvelni akar emellett, persze érveljen. A zárt ülésrevételről mindkét esetben szavaznunk kell a hivatali előkészítés szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy minősített többségét, nyilván kiki a saját hite is meggyőző szerint fog szavazni, és el fog dőlni, hogy zárt vagy nyílt ülésen fogjuk ezt a kettőt tárgyalni. Tehát lehet még érvelni mellette, csak ezt akarom mondani, hogy ez a helyzet. Szabó András, parancsoljon. Köszönöm a szót, én a saját előterjesztésemmel kapcsolatban kértem szót. Minden évben alpolgármester úr bekéri, hogy az egyéni képviselők a saját területeiken milyen fejlesztéseket, karbantartásokat kérnek. Én most ugyanezeket ismételtem meg. Feltételezem, hogy a hivatal egyébként pontosan tudja, hogy ezekre a felújításokra mekkora összegeket kell szánni. Tehát gyanítom, hogy most már csak a végrehajtás hiányzik, és ehhez kérem a tisztelt testület támogatását. Minél előbb meg tudjuk kezdeni ezeket a felújításokat, valószínűleg annál olcsóban tudunk a kivitelezőkkel leszerződni. Jövő évben ugye választás év lesz, nyilván nagyon sok helyen fognak majd útfelújításokkal, ilyesmikkel kampányolni. Nem csak itt, nem a kerületről beszélek, országszerte, tehát valószínűleg az a meglévő útépítő kapacitás, ami az országban rendelkezésre áll, az föl fog értékelődni. Minél előbb kötünk szerződést, annál olcsóbb. Olyan területekre kérem a felújításra az önök támogatását, amelyek nagyjából már életveszélyesek, vagy legalábbis nagyon rossz minőségű területekről van szó. Ezek közt van kiemelten egy babakocsi rámpa az Alsóegy utca környékén. Ezt tavaly már majdnem elkezdtük, aztán az első kerülettel egy ilyen vitán keletkezett, és nem tudtuk végül is megoldani. Illetve nagyon nagy lakossági nyilvánosságot kapott a Gellért egy átfogó forgalomtechnikai koncepciójának megalkotása. Ehhez kérem majd még az önök támogatását, hogy az abban szereplő forgalomtechnikai eszközöket ténylegesen be is tudjuk szerezni, illetve meg is tudjuk ezeket valósítani. A határozati javaslatomban minden egyes elemet külön határozattal láttam el, tehát módja van arra a tisztelt testületnek, hogy amit nem támogat, azt nem, amit igen, tehát nem egybe az egész csomagot kell kezelnem külön-külön javaslatonként. Ehhez kérem majd a támogatásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő Snelle Domonkos. Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Jelezném polgármester úr felé, hogy igazából számunkra nem okoz speciális kielégülést az, hogy érvelgethetünk amellett, hogy ne zárt ülésen tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. Mi egész egyszerűen szeretnénk egy rossz szokást itt megváltoztatni a kerületben. Ez pedig az, hogy bizony az igazán fontos napirendi pontokat polgármester úr szereti zárt ülésen tárgyalni, és szereti sürgősséggel behozni. Most ez nem sürgősségi, tehát ennyiben mondhatni azt, hogy fejlődött polgármester úr, de továbbra is zárt ülésre van javasolva, és én azt gondolom, hogy a saját érdekében ezt fontolja meg, hogy érdemes-e titkolózni az emberek elől. Vajon nem fognak-e az emberek olyas valamiket gondolni, hogy az igazán fontos dolgok a hátuk mögött történnek, és őket kizárják ezekből. Ugye emlékezzünk vissza az öböl kérdésére, amelyet minden egyes alkalommal zárt ülésen, és sürgősséggel hoztak be ide elénk. Bikás Park, ugye amikor a Bikás Parkot bérbe adták le, annak azt a részét szintén zárt ülésen, Riózépi zárt ülés, Madárhegy, stb. Tehát minden olyan ügy, ahol néhány millió forintnál nagyobb ingatlannak az eladásáról, vételéről, bérbeadásáról van szó, az konzekvensen önök zárt ülésre javasolják. Én arra kérem, hogy még egyszer mondom, a saját érdekükbe fontolják ezt meg, és gondolják végig, van-e ennek értelme. Én azt gondolom, hogy ön van elég jó szónok ahhoz, polgármester úr, hogy meg tudja védeni a saját előterjesztését, és tud mellette érvelni. Nincs szüksége erre, önnek nem szorul rá. Szerintem okosabb, hogyha enged ebbe a kérdésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, szívhez szóló szavait. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki a napirend vitájában szólani? Nem látok ilyen hozzászólót. Nos, akkor nézzük, haladjunk az egyszerűbbek felől. Elfogadom Viszt János módosító indítványát, tehát ez azt jelenti, hogy két külön napirend lesz a sportlétesítmények, bérleti jog megszerzés és a Hausmann utca BME helység. A nyílt és a zárt üléssel kapcsolatban hadd mondjam, és bocsásson meg, hogy most így képviselőt elnök úrnak szólítom, hogy frakcióvezetője éppen amíg ön kint tárgyalt valakivel, hosszasan érvelt az átülés mellett. Nem akarom a viszályt önök között szétlenni, tudom, hogy régió barátság fűzi önöket össze, semmiképpen sem akarnám mélyíteni ezt az árkot itt önök között, csak éppen ő érvelt az átülés mellett. Én azt mondanám, hogy természetesen én magam részéről a nyílt ülés mellett fogok szavazni, ezt most bátran mondhatom, és biztatok bárkit, hogyha esetleg erre, hát mindenki
meggyőződése szerint szavazzon. Én magam is úgy gondolom, hogy tudják az emberek, hogy mi is történik ebben az ügyben. Ami a sürgősségi napirendeket illeti, ott akkor egyenként kell természetesen szavaznunk, ez teljesen nyilvánvaló, és akkor három önálló képviselő indítványról fogunk szavazni, a Szabó András, Zöld Gellért és Kuper András indítványairól. Hadd mondjak mind a háromról nagyon röviden két különböző típusú gondolatot. Pontosan megértettem, amikor Zöld Gellért és Szabó András benyújtották a javaslatokat, miről szól. Ugye az ugyanarról szól, mint Kuper András napirend előttie. Tehát kellő ütemben, amikor még nem lehet erről dönteni, benyújtunk egy irreális csomagot, és akkor azt mondjuk, hogy ha leszavazzák, hogy lám-lám nem támogatják Lágymányos megfelelő fejlődését és fejlesztését. Hadd mondjam önöknek, képviselő urak, hogy annyira szeretnénk felgyorsítani a költségvetés egyeztetését, hogy januárra fogjuk tudni azt, hogy támogathatjuk ezt, tehát nincs szükség előttes kötelezettségvállalásra. Ezek egyébként csak jelzem, a logikájának sem mindig felelnek meg, hiszen pont azokat a nagyobb jelentőségi ügyeket, amiket közbeszerzéssel, vagy olyan munkákat, amiket január 1-én már el kell végeznünk, vagy beszerzéseket, tehát általában azokra használjuk ezt a előttes kötelezettségvállalást. Én ezért nem támogatom ezt a mostani előterjesztést, főleg nem úgy, hogy két körzetre kiragadjunk. Ami a Holdvilág bajmócit illeti, én továbbra is úgy gondolom, hogy ne a szabályozási tervvel próbáljuk meg itt bármilyen szempontból kezelni ezt a dolgot. A szabályozás az egy fejlesztési döntés, és azt gondolom, hogy a lakók, az építéshatóság és a szükséges egyéb eszközök mindenkinek rendelkezésre állnak, hogy akár funkcióban, akár majd építéshatósági eljárásban a szükséges ügyféli igényüket, ügyféli érdeküket tudják érvényesíteni. Én még egyszer mondom, nem szeretném a már-már behegedni látszó sebeket újra felszakítani. Tehát ezt sem támogatom, de erről is fog dönteni a testület. No, nekikezdünk a szavazásoknak. És akkor először a három előterjesztésről fogunk szavazni, tehát napirendre vételről fogunk szavazni. Egyet már ki is racionalizáltunk, mert nem kérte. Tehát akkor előzetes kötelezettségvállalások 2010. évi költségvetés terhére Szabó András képviselő javaslata napirendre vétel. Nem támogatom, egyszerű szótöbbség most. Tizennyolc igen, 15 nem és 3 tartózkodással nem vettük napirendre. Előzetes kötelezettségválasz 2010. évi költségvetés terhére Zöld Gellért javaslata szintén nem támogatom most. Igen, 15 nem és 5 tartózkodással elutasítottuk. Bajmóczi Budaörsi Holdvilág vonatkozó módosítás visszavonása, előterjesztő Kuper András, egyszerű szótöbbség, most szintén nem támogatom. Tizenkilenc igen, 16 nem és 2 tartózkodásra ez a következő ülésünkön újra téma lesz. Akkor következnek a módosító javaslatok, de ilyen nem volt. Akkor a sürgősségi napirendekről fogunk most szép egyenként szavazni. Tehát sürgősségi napirendre vétel, Tétényi Etele, Vahot, Bátfai által határolt terület változtatási tilalom elrendelés visszavonása, egyszerű. Nem, minősített. Most. Tizennyolc igen, 16 nem, és 3 tartózkodással nem vettük napirendre. Folytatjuk akkor a sürgősségi napirendre vételeket. Szándéknyilatkozat a Közép-Magyarországi Operatív Program, ez a saját KVK-knak az önrészbiztosítása. Minősített szótöbbség most.
33 igen, 0 nem és 3 tartózkodással napirendre vettük. Budahold Kft.-vel kapcsolatos 53/2009-es határozat módosítása, minősített szótöbbség most. Nulla tartózkodással ezt is napirendre vettük. Javaslat a Gyógyír 11 Kft.-nél bérkorrekció támogatás maradvány felhasználására, minősített szótöbbség most. Nulla tartózkodással napirendre vettük. Másodfokú döntések meghozatal a szociális hatósági ügyekben, minősített szótöbbség most. Nulla tartózkodással ezt elfogadtuk. Napirend lesz felügyelőbizottsági tagcsere az Újbuda 11 vagyonvédelmi és szolgáltató non-profit Kft.-ben Fidesz frakció kérése, minősített szótöbbség most. Nulla tartózkodással ezt is napirendre vettük. Akkor több ilyen nincs. Akkor a gyorsított eljárásokról tudunk szavazni. Gyorsan még egyszer végig szaladok rajta. Az átnyílt az a legvégén, igen, az utolsó szavazás, igen. Tehát gyorsítottan tudjuk tárgyalni a fászáró növények rendeletet, Fehérvári vegyész Hunyadi rendeletet, első féléves üléstervet, 12 négyzetméter Dombóvári úton, másodfok, prokcultúra. Van-e olyan kérés, hogy valamiről külön szavazzunk? Nem látok ilyet, akkor egybe a gyorsított eljárásra vételről szavazunk. Minősített szótöbbség most. Nulla nem és nulla tartózkodással elfogadtuk, és akkor elvileg az utolsó ilyen típusú szavazásunk, ez a zárt ülésre vételek. Akkor két külön napirendről van szó, tehát zárt ülésre vételről fogunk dönteni, sportlétesítmény bérleti jogának megszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása. Szerintem zárt ülésre vétel most. Nem. Páran tartózkodjanak. 20, akkor elfogad. 28 igen, 4 nem, 4 tartózkodással. Következő. Hausmann Műegyetem sporttelep zárt ülésre vétel most. Igen, 21 nem, és két tartózkodással, akkor ezt nem zárt ülésen tárgyaljuk. Van-e még valami, amiről kell szavaznunk? Végén. Gyógyír után. Gyorsan haladunk. No. Minek? Nem, rendesen betesszük a végére, úgy szoktuk. No, akkor nincs más hátra, mint az egész napirendről kell szavaznunk, az egész napirendről. Én úgy értettem, hogy a hatost visszavonását javasolták, azt, hogy annak a helyére javasolják, én nem halt. Mindegy. No jó. Akkor az egész napirendről fogunk szavazni, az egész napirend egyszerű szótöbbséggel most.
33 igen, 1 nem és 3 tartózkodással elfogadtuk. Akkor neki indulunk. Nem, még nem indulunk neki. Interpellációk. Zöld Gellértnek van egy interpellációja hozzám, és van egy pénzügyi költségvetési jelentés elfogadása. Akkor először Zöld Gellértnek adom meg a szót az interpellációja elmondására. 5 perc, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, a leírtaknak megfelelően teszem föl az alábbi kérdéseimet. A 11. kerület megbízásából ön rendszeresen köt, illetve kötött szerződéseket az OSZ 2000 Kft-vel. Kérdéseim a következők. Miért ezt a céget bízza meg rendszeresen marketing munkák elkészítésére? Pályáztatta-e valaha is ezt a munkát a kerületi önkormányzat? Szerzette be más cégektől árajánlatokat erre a tevékenységre? 2003 óta évente hány millió forint vándorol az említett céghez az önkormányzattól közvetlen vagy közvetett úton? Készítette valaha ez a cég a szocialista párt emblémájával ellátott hirdetési vagy egyéb reklámanyagot a polgármester vagy a szocialista párt 11. kerületi szervezete részére? Ismeri-e a cégnek a tulajdonosi szerkezetét, illetve tulajdonosait? Ön, illetve munkatársai betartottak-e minden vonatkozó jogszabályt a céggel való szerződések és megrendelések megkötésekor, illetve leadásakor? Irattározva van-e minden önkormányzati szerződés és megrendelés? Valamint 2003 óta hány megbízást kapott a fent említett cég, és ebből hány alkalommal rendelkezett az önkormányzat más cégtől is árajánlattal? Kérem megtisztelő, pontos és tényszerű válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Annyira tényszerű és pontos kívánok lenni, hogy akkor 15 napon belül írásban kívánok válaszolni képviselő úrnak. És akkor megyünk tovább. A pénzügyi és a költségvetési bizottság benyújtotta rendkívül tartalmas és színvonalas jelentését az interpellációról. Az van a SMS-ünkben, hogy vita nélkül kell erről a dologról szavaznunk. Tudom, azt tudom, de vita nélkül. Hát itt az előterjesztés ez a dolog. Hát én megmondom őszintén, hogy úgy értem a vita nélkült, hogy ugye most itt csak nem folytatják le előttünk a vitát a pénzügyi bizottság, hogy ugye a pénzügyi bizottság ellenzéki elnöke tart egy beszámolót a többségi véleményről adott esetben, akkor a kisebbségi véleményt is elő kell adnia valakinek. Jó, tulajdonképpen én halálosan ráérek, tehát akár meg is hallgatjuk, csak akkor az a kérésem, hogy ezt szabályozzuk, akkor kérem a pénzügyi bizottság ezzel foglalkozik. A vita nélkül az azt jelenti, hogy ad egy jelentést a bizottság. Ez a jelentése a bizottságnak, hogy olvassuk el a határozatot. Azt elolvastuk, abból is sokat okosodtunk. Ez tekintet, úgy működik ez a rendszer az én felfogásom szerint, hogy ilyenkor már nincs róla vita, mert egyébként akkor nyilván kell, akkor a két szavazat is elmondja a véleményét, a másik három szavazat is elmondaná a véleményét. Ez szerint a vita nélkül van egy összefoglaló, amit nyilván nem elnök úrnak kell megcsinálni, én pontosan megértem, hanem a vita alapján az ezzel foglalkozó szakembereknek kell előtenni, azt a képviselők elolvassák, mérlegelik, végig gondolják, és megváltoztatják, hogy fenntartják az álláspontjukat. Én legalábbis így fogom fel a dolgot, de akkor most egyszer kivételesen azt mondjuk, hogy akkor elnök úrja a szó, aki nyilván pártsemlegesen függetlenül és a demokrácia egyében mind a 8 álláspontot felvillantja nekünk. Parancsoljon. Viszont hány perces időkeretben? Na, látjátok? Ugye? Nincs szabályozva. Akkor 5 perces időkeret, mintha interpelláció lenne. Elég? Parancsolj. Köszönöm a szót. Nem kívánván rabolni a tisztelt testület és polgármester úr idejét. A pénz- és költségvetési bizottság megtárgyalta az interpelláció adott választ. És a következők hangzottak el a bizottságülésen. Megértettük azt, amit polgármester úr írt, miszerint a rejtett gazdaság aránya meglehetősen magas a magyar gazdaságon belül, tehát ezt valamilyen módon adóztatni kell. Ez a szándék egyébként teljesen helyén való, ezzel egyetértett a bizottság. Igazából amivel nem értettünk egyet, az a módja. És úgy értelmeztük, hogy Simon képviselő úrnak is ezzel van alapvetően a problémája. Nem volt világos a bizottság számára a polgármester úr válaszának az a része, hogy a vagyonadó része a 2010-es adócsomagnak nem hiányadó, tehát tövedelően nem származik belőle önkormányzati szinten, ugyanakkor a munkára rakódó tereket úgy csökkenti, hogy közben a fogyasztási típusú adókat, valamint esziát, ehót növeli.
mi úgy emlékeztünk, hogy nem növeli, vagy hogy legalábbis ez volt a törvényalkotónak a szándéka. Lehet, hogy ez csak egy elgépelés, de ezzel nem tudtunk mit kezdeni egészen pontosan. És amivel kapcsolatban még problémáink voltak, az pedig azok a fajta mentességek, vagy inkább kibúvók az adófizetés alól, amelyek igazából nem mentességet jelentenek, hanem csak eltolást, tehát időbeli eltolást. Itt gondolunk itt a nyugdíjasokra, vagy a munkanélkülő vált személyekre. Ezek voltak azok a pontok, amelyeket úgy gondoltunk, hogy ez így ebben a formájában nem célszerű, és összességében ezért nem támogatta a bizottság ezt a választ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor tehát abban a helyzetben vagyunk, hogy a bizottság sem támogatta, a képviselő sem támogatta, viszont a képviselő testületnek kell arról dönteni, hogy elfogadja-e a polgármester válaszát. Hát most még egyszer szavazni kell. Azt mondják neki. Akkor egy újabb SMS értelmezésre kérek majd segítséget. Nekem most azt mondják, szavaznunk kell. Nem most, majd egy következő alkalommal el fogjuk dönteni, hogy kell erről szavazni, vagy sem. Jegyző azt mondja, hogy igen, Kristóf úr azt mondja, hogy nem. Két jogforrás. Köszönöm szépen, szavazni fogunk. Tehát ki az, aki elfogadja a polgármester válaszát most? Nyomjunk egy igen, Cesztai úr, és akkor... 17 igen, 11 nem és 4 tartózkodással ezt az ügyet lezártuk. Rendelet a fásszárú növények védelméről gyorsított eljárás, jegyzőasszony, szóbeli kiegészítést kíván tenni, parancsolj, növi a szó. Tisztelt képviselő testület, jelez, az előterjesztésben részletesen ki van fejtve, hogy miért került sor e rendelet elkészítésére. Egy képviselői módosító javaslatot fogadtam be, és akkor ezt szeretném pontosítani. A harmadik paragrafus E pontjában helyesen a következő értelmezés lesz: fakivágás. Fakivágásnak minősül minden olyan fásszárú növény kivágása, melynek törzskörmérete a 30 cm-t meghaladja, illetve a fapótlási kötelezettségként elültetett fák kivágása törzskörmérettől függetlenül. Nem tartozik ide az ifjító meccés csonkolás. Ez lenne helyette helyesen a szöveg. Köszönöm. Köszönöm szépen, jegyzőasszonynak a napirendi pont vitáját. Megnyitom, felhívom a frakciók figyelmét, hogy egy ütős hozzászólásra van lehetőség, és tudom, hogy van egy kifogás, meg egy módosító indítvány, úgyhogy ezért, de meg fogjuk tudni oldani, Cooper úr, ügyrend. Igen, ügyrendben azt szeretném javasolni, hogy ezt a napirendet mégse gyorsítva tárgyaljuk, mert három... Rendben van. A napirend elfogadása óta három hozzászólásra jelentkezik. Köszönöm szépen, ügyrendi javaslat volt. A javaslat az, hogy mégse gyorsított eljárásba tárgyaljuk. Szavazzunk róla, én támogatom, normál menetben tárgyaljuk. Most egy igent nyomjunk, és akkor túl. Huszonkilenc igen, kettő nem és nulla tartózkodással, tehát normál menet, akkor viszont kérdések köre. Kérdések körében vagyunk. Jó, Fenyvesi úr kérdés, ugye? Parancsoljon, Fenyvesi úr kérdés. Köszönöm szépen, két kérdésem van. Szerintem mind a kettőre egyszerű a válasz, csak én szeretném hallani, hogy a gyümölcsfákra miért nem terjed ki ez a rendelet, tehát azokat lehet-e nyakló nélkül kivágni mindenféle pótlási kötelezettség nélkül, ugye a szelíd gesztenyés és a dió kivételével, tehát az egyik kérdés, hogy gyümölcsfákra miért nem. A másik kérdés pedig a rendelet hetedik oldalán, ahol a közparkok, közkertek vannak felsorolva. Ugye három közpark és közkert van a felsorolásban. Kérdem, hogy miért csak három? Például úgy is kérdezhetném, hogy a Bikás Park miért maradt ki belőle. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jankó István kérdés. Köszönöm szépen. Ehhez csatlakozva kérdezem, hogy a védelemre javasolt fasorok közül a Bocskai úti fasor miért nincs benne? Én úgy tudom, hogy az eredetiben benne van. És a közkert, illetve az intézménykertek közé a Corvinus Egyetemnek az arborétuma.
hogy miért nem került bele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kristóf József. Köszönöm a szót. Tulajdonképpen egy módosító javaslatom van. Az 5. paragrafushoz javaslok egy új bekezdést. Miután ez a kormányrendelet nem szól másról, csak arról, hogy a cserje is fásszárú növény, azt nem tartom feltétlenül megengedhetőnek, hogy korlátlanul lehessen fát cserjére cserélni. Még ha megvan az átszámítási határ vagy kód, akkor is javaslom bevezetni azt, hogy fák helyett fát kelljen ültetni. Az, hogy ez milyen mértékű, azon lehet vitatkozni, 90%-ban minimum fa helyett minimum fát javaslok, és a cserjében is úgy gondolom, hogy max 20%-ban fával lehet pótolni, mert cserje helyett meg cserje illik, de azért némi változtatás azért legyen lehetőség, hogyha tudom én úgy alakul a környezet, akkor ne legyen ez egy teljesíthetetlen követelmény, bár azt hiszem, hogy amikor valaki ilyen változtatásba belekezd, akkor annak számolnia kell a követelményekkel, tehát a tervezés során ezt így is, úgy is meg kell fontolni. Még gondolkodom azon ezen a 30 centis fán ennek az értelmezésének a... Tudom, 10 centis, de... Képviselő, hát nem akarom megzavarni, kérdések körében vagyunk. Nem. Ha... A kérdések körében, közben rendes eljárásra átváltottunk. De én a kérdések körénél ott kinyomtam magam. Nem, bocsánat, mert most itt belekeveredtünk. Tehát mindegy, szerintem most ezt elmondta, picit most függessze fel, ha nem baj, és akkor megadom Ábrahám Katalinnak a szót. Kérdések köre. Katalin, akkor nézek oda. Igen? Köszönöm szépen. Igen. Nekem is csak egy kérdésem lenne, hogy a Badacsonyi utca fasor, miért nincs felsorolva? Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem, hogy van-e még kérdező? Nem látok ilyet, akkor jegyzőasszonynak adom meg a szót, amilyen készen áll a válaszra a válaszadás, és utána akkor megnyitom újra a vitát. Tisztelt képviselőtestület, megpróbálok szakmailag precízen válaszolni rám. A gyümölcsfákra miért nem terjed ki, kérdezte a fejmesi képviselő úr. Kormányrendelet se terjed ki, ez az egyik. A korábban szabályozott és hatályon kívül helyezett MT-rendelet is kivette a kötelező hatály alól a gyümölcsfákat. Tehát jelenleg valóban úgy áll, hogy gyümölcsfát korlátlanul engedély nélkül lehet kivágni. Kivétel a természetvédelmi terület, de az ugye nem ebbe a körbe tartozik. Második kérdés, hogy a Bikáspark miért nem szerepel benne. Fővárosi tulajdonról van szó. Én úgy gondolom, hogy első menetben nekünk a saját tulajdonú parkjainkat kell védeni. Legalábbis erről szól az előterjesztés. A védelemre javasolt Bocska úti fasorra ugyanezt, hogy fővárosi tulajdonról van szó. Corvinus Egyetem természetvédelmi terület, tehát eleve kiesik a mi szabályozási hatályunk alól. És az Ábrahám képviselő asszonynak, ha ezt módosító indítványként beterjeszti most, én elfogadom természetesen, a Vadacsonyi fasort minden további nélkül be tudjuk fogadni, ha ez önnek megfelel, csak akkor én ezt módosító indítványként be fogom fogadni, ha ez önnek jó. Köszönöm szépen. Akkor a napirendi pont vitáját megnyitom. Itt ugye már volt egy módosító féle Kristóf úrnak. Ez világos volt, hogy a módosító, amit ott félig meddig elmondott Kristóf úr. Tanulmányozzák, jó? Fenyvesi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én megértem a jegyzőasszony válaszát, bár úgy gondolom, hogy a kormányrendeletnél lazábban nem szabályozhatnánk a saját rendeletünket, tehát mi szigorúbbak lehetünk, hogy mit nem lehet kivágni. Tehát attól mi még tilthatnánk a gyümölcsfák kivágását, hogy a kormányrendelet ezt lehetővé teszi. Tehát én úgy gondolom, hogy ami a kormányrendeletben laza, azt mi gond nélkül szigoríthatnánk. A másik megjegyzés pedig, hogy akár a Bikáspark, akár más felsorolt közparkok fővárosi tulajdonúak. Avval kapcsolatban megjegyzem, hogy úgy szól a rendelet hatájának a első paragrafus első bekezdése. A rendelet hatája kiterjed a második bekezdésben foglalt kivétellel,
Budapest 11. kerület közigazgatási határán belül minden önálló ingatlanra. Tehát nem csak a kerületi tulajdonban lévő ingatlanra, hanem a közigazgatási határon belül minden önálló ingatlanra. Márpedig akkor a Bikás Park és a Badacsonyi utca is, meg a többi is ezen a közigazgatási határon belül van. Úgy gondolom, hogy erre nyugodtan ki lehetne terjeszteni, tehát a felsorolást ki lehetne egészíteni a fővárosi tulajdonban lévő, de közigazgatási határon belül található ingatlanokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jankó István. Köszönöm szépen. Emellett a logika mellett én azért javasolnám, hogy a Bocskai úti fasor kerüljön bele védett fasornak. És kérdésem, hogy a Szent Imre kórház kertje az most kié akkor? Mert az benne van. Az a miénk? Tehát akkor tisztázzuk. Még a fővárosé. Tehát akkor köszönöm szépen, akkor én módosítónak beadnám, hogy 11-nek a Bocskai úti fasor is kerüljön bele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólani a vitában? Kristóf úr, parancsoljon. Köszönöm, a másik javaslatom a harmadik paragrafusnak az E pontjában a 30 cm helyett 15 cm-t javaslok. Több olyan dolog volt, ahol ilyen fapótlásra került sor, és azért a nagy földlabdás, esetenként Euróutóval csak egy darab fa szállítható. Annak a törzsátmérője a 10 cm körül van, sok 10 000 forintot ér, és annak a körmérete az már eléri lassan azt, ami itt, azt a határt, ami a rendelet nem szankcionál, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen igen jelentős értéket képviselő fák is apríthatók lennének. Szóval ezt én szerintem nem kéne támogatni, és ezért csökkenteném ezt a 30 cm 15 cm-re. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valász Pili László. Köszönöm a szót. Csak nagyon röviden a másik javaslathoz, mert hallottuk, hogy ezt éppen vizsgálja a hivatal, hogy valamilyen módon mindenképpen szükséges lenne ezt meghatározni. Lehet a százalékokon vitatkozni, de ugye jelenleg az a helyzet, hogy akár a teljes kivágott faállományt is lehet gyep szőnyegezéssel és cserjékkel pótolni. Ugye csak az van megkötve, hogy a telepítendő fáknak az 50%-a az a meghatározott mellékletből kell, hogy számozzon. De hogyha a fapótlás teljes egészében más módon oldja meg valaki, akkor semmilyen ilyen kötelezettsége nincs, ami azt gondolom, hogy egy veszélyes lehetőség. Úgyhogy mondom, a százalékon lehet vitatkozni, de valamilyen megfogalmazás mindenképpen kell. Igen, köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki kívánna szólani, mert akkor jegyzőasszony fog iratkozni arról, hogy mi az, amit befogad, mi az, amiről szavaznunk kell, és akkor utána az egészről fogunk szavazni. Nem látok ilyet, akkor jegyzőasszony. Akkor szeretnék először végigmenni a módosító javaslatokon, amik hozzám jöttek. Azt hiszem, Kristóf úr javaslata volt, az aláírásból próbálok rá következtetni, hogy az 5. paragrafusnál új első bekezdést szeretne a fásszárú növényeknél. Ezt igazából nem értettem, de ezt nézze el nekem, mert nem vagyok. A Fát csak fával címűt, azt azért nem tudom befogadni, hiszen a fa potlási megváltás is van. Ne felejtsék el, amelyben nem csak magánterületről van szó, tehát ez ennek mennyire tudjuk ezt a rendeletet végrehajtani. Tehát elindultunk valamin, én a potlásról beszélek, ugye mi a kormányrendeletből indultunk ki, megpróbáltuk összhangba hozni, hiszen a kormányrendelet csak közterületre vonatkozik, hogy magánterületen is valamilyen korlátot próbáljunk szabni.
Ugye lecsökkentettük két nagy kiemelt területre, ha figyelték a négyes paragrafusban bennem, hogy melyik az a két nagy összefüggő terület, ami mi el tudjuk képzelni, hogy a rendelet hatájával induljunk. Én azt szeretném mondani, hogy ez egy kiinduló pont. Ezt mindenképp jeleztem a képviselő úrnak is, aki kezdeményezte a rendelet elkészítését, Szabó képviselőnek, hogy egy év múlva biztos elő kell venni ezt a rendeletet, hogy tudjuk-e tovább terjeszteni a kerületre, illetve mi azok az alkalmazási problémák, amire visszajutunk. Én ezért nem merem most bevállalni ezt. Itt a kolléga nőmet is kérdeztem, hogy ő mennyire... A közparkok felsorolásába kerüljön bele a Bikás Park is, akkor felsorolva minden egyéb, ami fővárosban, és közben tájékoztattak a kollégáim, hogy a Bikás Park már helyi önkormányzati tulajdonban van, tehát eleve elnézést kérek, aki a Bikás Parkot megemlítette, mert önkormányzati tulajdon. Egy gondom van a parkokkal, hogy abban a percben a városüzemeltetésnek nagyon komoly anyagi megterhelést jelentenek, hiszen nekik a rendelet végrehajtásában közreműködniük kell. Tehát én azt kérem végig gondolni, még egyszer mondom, egy kiindulási pontot kezdünk el, amit majd később szeretnénk bővíteni. Én a fokozatosság híve vagyok. Nem biztos, hogy egy nagyon szabályozott résszel sok eredményt érnénk el. Hát ezt nem tudom, ki javasolta, de ezt megígértem, hogy befogadom. Azt hiszem, ez az Ábrahám képviselő asszony volt. A Badacsonyi utca fasorral kapcsolatosan. A 15 cm-t meghaladja a körméret, nagyon kicsinek tartom azt. Rengeteg vitát folytattunk, hogy az a 30 cm körméret, nem átmérő, polgármester úr, ebben már én is kezdek kiképezni. Szeretném mondani, hogy nagy vitát folytattunk, tehát megint az agyon szabályozottság. Arra gondoljuk, ezt a rendeletet mennyire fogjuk tudni betartani. Ugye ennek a rendelet végrehajtásában is támaszkodni fogunk a közterületfelügyeletre. Őket se tudjuk olyan feladat alá elé helyezni, hiszen ők járják az utcákat, ők látják azt, hogy hol vannak jelentősebb fakivágások. Tehát én kérem, hogy akkor induljunk el majd visszafele, ez nagyon kicsi szerintem. Akkor induljunk el, azt látjuk, hogy igen, érdemes a 15 cm-re a körméletet lehozni. És a Bocskai úti fasorra is ugyanez a véleményem, ami korábban volt. Tehát szeretném mondani, hogy egyet az Ábrahám képviselő asszony javaslatát fogadnám be, a többit ne. Baj, még egy van. Ez mi? Jó. Szakmailag javasolja a kolléganőm elfogadni ezt a javaslatot, hogy a kivágott növszárú növények helyébe legalább 50%-ában, ez Balázspiri képviselő úr, én ezt befogadom szintén. De úgy, de befogadom. Köszönöm szépen, hál' Istennek Budai úr szót kért, úgyhogy nyerek időt, hogy tisztázom, hogy miről szavazunk. Budai Miklós, parancsolj! Akkor már meg sem merem kérdezni, hogy ennek van-e határideje ennek a rendeletnek, el kell az idén fogadjuk, mert végülis a bizottság nem tudta tárgyalni ezt mai nap, mert későn jöttünk össze szerintem. Ezek olyan előterjesztések voltak, vagy javaslatok, ami bizottsággal meg lehetett volna beszélni. Nekem is lenne több is, csak én nem akartam itt most húzni az időt. Például az átmérőbe, ha kivágunk egy 80 centis fát, akkor ha 10-12 centivel pótoljuk, akkor 8-at vagy 9-et kell ültetni, az később egy erdő lesz annak a teleknek az udvarán. Tehát ha megemeljük az átmérőt, akkor csak 4-et kell ültetni, például a 20 centis. Tehát ilyen anomáliák vannak benne, amit lehetett volna a bizottságon javasolni vagy módosítani, de én megszavazom most, és legfeljebb visszatérünk egy későbbi időpontba. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szabó András, beszáll a méretvitába. Nem, én Budai képviselő úr javaslatához szeretnék hozzászólni. Én azt javaslom, annyiban érdemes elkezdeni, hogy rengeteg fát vágnak ki most is úgy, hogy eszetlenül. És azért ennek megy a híre, hogy mi ezzel foglalkozunk, tehát szerintem érdemes elindulni. Viszont amit itt a bizottság, meg nem tartott bizottság ülés végén mondtam, hogy nyilván érdemes erre visszatérni akár rögtön januárba és finomítani.
fászáró növény, mint állandó napirendi pontja a képviselőtestületnek. Jó, várjál. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólani a vitában? Nem látok hozzászólt napirendi pont vitáját, lezárom. Határozat hozatal következik. Jelzem, hogy rendeletalkotásról van szó, tehát a nagy mozgásba kezdenek a képviselők. Akkor tehát Ábrahám Katalin és Balázs Piri László módosítását befogadta a jegyzőasszony. Elkezdünk szavazni. Először Fenyvesi Zoltán módosító indítványáról szavazunk, amelyik azt mondja, hogy az 1-es paragrafus 2-es e a gyümölcsfákra vonatkozó kerüljön ki. Előterjesztő nem ért egyet, és a képviselőtestület most. Tizenhat igen, 14 nem és 5 tartózkodással ezt nem fogadta el a testület. Szintén Fenyvesi Zoltán módosító indítványa volt, hogy a közparkok felsorolásába a Bikás Park. Azt befogadtad? Nem, azt mondta, hogy drága. Te is így érted? Nem így érti. Bikás Park, mint védett park, izébe kerüljön bele. A közpark felsorolásába szavazunk róla. Az előterjesztő nem támogatja, minősített szótöbbség most. Tizenkilenc igen, 8 nem és 7 tartózkodással ezt sem fogadtuk el. Azt mondja, hogy Kristóf úrnak kezdjük a módosítóit akkor szavazni. Az első javaslata, hogy fát minimum 90%-ban fával, ez a javaslat, és cserjét max 20%-ban, 5. paragrafus új 1-es bekezdéssel kiegészülne. Jegyző azt, hogy nem támogatja. Minősített szótöbbség most. Tizenhét igen, 10 nem és 7 tartózkodással ezt sem fogadtuk el. Szintén Kristóf úr módosító indítványa a 3. paragrafus E pontjában a kivágott fa körmérete a 15 cm-t meghaladja a módosító indítvány. Minősített szótöbbség előterjesztő nem támogatja. Tizenöt igen, 10 nem és 6 tartózkodása nem fogadtuk el. És nálam az utolsó Jankó úr módosító indítványa, aki a 11-esként beszúrná a Bocskai úti fasort is, védettek közé előterjesztő szintén nem támogatja most. Tizenkilenc igen, 7 nem és 7 tartózkodásra majdnem átment. Viszont nem fogadtuk el. Kérdezem, hogy úgy érzi mindenki, hogy minden módosító indítványról szavaztunk-e? Köszönöm, ha mindenki így érzi, mert én is így látom. Akkor a 140. oldalon lévő rendeletről fogunk dönteni. Budapest főváros 11. kerület Újbuda önkormányzat a fászáró növények védelméről 1-től 10. paragrafus és a mellékletek minősített szótöbbség most. Köszönöm szépen, 32 igen, 0 nem és 2 tartózkodással van rendeletünk a fászáró növényekről, januárban újra találkozunk, amennyiben szükséges, hogy februárban napirendi pont végére értünk, következik a fehérvári vegyész Hunyadi Mezőköves, gyorsított eljárás, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Kérdezem, hogy kíván-e valamelyik frakció élni a hozzászólás jogával, nem látok ilyet, napirendi pont vitáját lezárom, 155. oldalon. Minősített szótöbbség, Budapest főváros 11. Újbuda önkormányzata, kerületi városrendezési és építési szabályzatról szóló 34/2003-as rendeletének
a határolt területre vonatkozó szabályozás módosítása 1-től második paragrafusig minősített szótöbbség most. Tartózkodással ezt is elfogadtuk. Következik a képviselőtestület első féléves ülésterve. Ezt is gyorsított eljárásba tárgyaljuk. Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Kíván-e valaki szólani a vitában? Nem látok ilyet, napirendi pont vitáját lezárom. Határozathozatal következik. A 162. oldalon lévő egyetlen határozatról döntünk. Egyszerű szótöbbség most. Van. 21 igen, 0 nem és 13 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen, napirendi pont végére jöttünk. Következik 96-97 jegyzőasszony, normál eljárásban megadom a szót. Tisztelt képviselőtestület, először szeretnék zöld képviselő úr javaslatára reflektálni és elmondani, hogy miért nem kívántam visszavonni ezt az előterjesztést. Az való igaz, hogy a képviselő úr igen 3 hónappal ezelőtt feltett kérdéseire az én hibámból, az én figyelmetlenségem miatt ma kapta meg a választ, de ezek a kérdések és válaszok nem közvetlenül kapcsolódnak a Riói Zöldpárdon köztelt használati kérdéseihez, hiszen abba építési és egyéb kötelezettségvállalás belső szabályzati rendjével kapcsolatos, a különböző ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdések voltak. Tehát én úgy gondolom, hogy ettől meg lehet tárgyalni az előterjesztést. Viszont szeretném tájékoztatni a testületet, hogy tegnap a pénzügyi és költségvetési bizottsági ülésen az előtt határozati javaslat mellett lévő rendeletmódosításhoz érkeztek konkrét javaslatok, ami arra késztett, hiszen a kollégáimmal konzultáltunk, hogy én ezt a rendeletmódosítást visszavonnám azzal, hogy a januári testületülés, ami a pénzügyi bizottság ülésen elhangzott javaslat, itt a pénzügyi köztelet használati díj mértékének a valamilyen feltételhez, kötéséhez kapcsolódott. Ezt kidolgozzuk, ezt nem lehetett egy nap alatt kidolgozni, ki fogjuk dolgozni, és a pénzügyi bizottság elé is fogjuk vinni, meg természetesen akkor januárban a testület elé újra visszahoznám. Tehát maradt a határozati javaslatunk, és ehhez szeretnék egy pár szót hozzáfűzni. Én egyszer kértem már ezt a testületet, hogy jelen esetben itt szakmai kérdéskörről van szó, ne csináljon belőle politikai kérdést. Most ugyanezt szeretném kérni 2 mondattal alátámasztva. Korábban is elmondtam, most is elmondom, hogy továbbra is az a véleményünk kollégáimnak és nekem is, a jogászoknak, hogy nem jogellenes használatról van szó, az önkormányzat és mindkét fél bármelyik kereskedelmi egységről legyen szó, ráutaló magatartással folyamatosan tudomásul vette működését, tehát a két kereskedelmi egység működését, hogy hol és milyen területet használ. Hogy ezzel nem került összhangba a szerződés alapján a négyzetméter használat, ez nem jogellenes használat, hiszen az önkormányzat múlt év végéig nem tette semmilyen lépést ez ügyben. Ez bíróságon sehol nem állna meg ilyen kérdéskörben. Tehát továbbra is az a véleményem, hogy a közterület használat kérdésénél a szerződéseket egyértelműsíteni kell, erre vonatkozik a határozati javaslat. Kiindulva a második pontjában, pedig arról van szó, hogy jelen vagyonrendeletünk alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg a közterület használati díj mértékét, és a képviselőtestület a bizottság bölcsességére bízza, hogy a megnövekedett területnek megfelelően kíván-e bármilyen módosítást a közterület használati díjra vonatkozóan. Erről szól a 2 rendelet. A 2 határozati javaslatnak része, valamint ugye a polgármesterre vonatkozóan, hogy a módosításokat készítse elő. Kérem a tisztelt képviselőtestület döntését. Köszönöm. Köszönöm szépen az előterjesztőnek. Kérdések köre. Kérdések? Zöld Gellért, parancsoljon.
Akkor Kristóf úr kérdés, parancsoljon. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony ott volt tegnap a pénzügyi bizottság ülésén is, de azért most kérdésként a testület előtt. Ha a partner belemegy abba, hogy megnövekedett területről szóljon a szerződés, akkor mindenki elismeri, hogy ez a terület volt használatban neki. Innentől kezdve miért nem foglalkozik az előterjesztés a múltban az önkormányzatot ért vagyoni hátránnyal? Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még kérdést föltenni. Mégis kérdés, Zöld Gellért. Röviden, hogy mit ért a jegyzőasszony az alatt, hogy a megváltozott gazdasági körülmények? Tehát ez engem nagyon érdekelne, hogy ez most rossz vagy jó ez a gazdasági körülmény, ami megváltozott. Köszönöm. Mind, hogy számunkra. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki kérdezni? Nem látok ilyet, kérdések körét lezárom. Előterjesztője a szó. Kezdeném Kristóf úrra választ. Tegnap is elmondtam, lehet, hogy nem voltam egyértelmű, akkor elnézést kérek. Megnövekedett a terület, de mihez képest? Ezt használja 99 és 2001 óta két kereskedelmi egység. Egyértelmű az egyik szerződésben, még egyszer, hogy ott nincs is vita, ott jogilag nem is lehet azon vitatkozni szerintem, hogy mekkora területről van szó, még hogyha a szerződés elején 1000x négyzetméter van, a végén a mellékletben egyértelmű ott van a terület. Az én véleményem szerint a másik szerződésnél se egyértelmű az az 1500 négyzetméter körüli terület. Ez 2002 és 99 óta fennálló állapotról van szó. A mi álláspontunk, én álláspontom az, hogy nem jogtalan közterület használat, akkor milyen alapon beszélhetnénk arról, hogy visszamenőlegesen ezért a területért bármilyen plusz pénzt kérhetne az önkormányzat. Hozzáteszem, és akkor itt tennék még valamit hozzá, hogy miután a közterület használati rendeletünk mellékletében egyedi elbírálásról van szó, ezt ma senki nem mondja meg önnek, én se. Én aztán végképp nem is bíróság előtt nem fogjuk tudni bebizonyítani, ez az én álláspontom. Nem fogjuk tudni bebizonyítani, hogy most az 1000 papír szerinti harmadik pontban szereplő 1500 négyzetméterért kell fizetnie a mai nap 10-valahány millió, 11 millió valamit, vagy 13-at az egyiknek, a másiknak aztán valamivel többet. Vagy pedig a 6000 négyzet egyedi elbírálás. Ugyanez a bajunk a rendelet, hisz, ha elkezdenénk számolni, hogy mennyit kellene fizetni, nem tudjuk megmondani. Tehát ez a legnagyobb bajom, hogy ma bíróság előtt nem tudjuk bebizonyítani ezt az önáltal jogellenes használatot. Innentől kezdve a kérdésére nagyon nehéz válaszolni, mert ha azt mondom, hogy nincs jogellenes használat, akkor viszont nincs visszamenőleges közterület használati díj különbözet. A Zöld Gellért képviselő úr kérdésre, hogy mit értek megváltozott gazdasági körülményekre. Ugyanebből az elvből kiindulva, és én most nem a gazdasági helyzetet fogom részt elemezni, mert nem tisztem. Abban az esetben, ha úgy dönt a képviselőtestet, hogy elfogadja ezt a határozatot, mindenképp meg kell azt majd indokolni, hiszen itt egy kétoldalú megállapodásról van szó, hogy miért kívánja a közterület használati díjat megemelni, ha eddig az 1500, illetve 6000 négyzetméterért x forintot használ, akkor milyen alapon akar most a képviselőtestet többet használni. Mi egy olyan fogalmazást keresztünk, ami meg is ár, hiszen minden önkormányzatnak szűkülnek a bevételi lehetőségei, valamilyen módon meg kell keresni a bevételi forrásokat. Mi erre gondoltunk, mikor fogalmaztuk a határozati javaslatot. Köszönöm. Most még rosszabb, aztán majd áprilistól jobb lesz. Tehát ilyen egyszerű, megváltozik. Köszönöm szépen, a napirendi pont vitáját megnyitom. Zöld Gellért. Köszönöm szépen. A felek vagy tényleges használat mértékét közel egy évtized alatt semmilyen formában nem vitatták. A felek itt az egyik fél a 11. kerületi önkormányzat, pontosabban annak a képviselőtestülete. A képviselőtestület nem is tudta vitatni ezt a kérdést, mivel hogy az elmúlt időszakban ez a kérdés csak a legutóbbi időben került sor, amikor már igenis vitatta a képviselőtestület ennek a szerződést, hiszen előtte nem volt tudomása arról a képviselőtestületnek, hogy ez a használat az eltér a szerződésben foglaltaktól.
ugye ez a határozati javaslat ez nem szól arról, hogy itt most csökkenteni vagy növelni szeretnénk a bérleti díjat. Ez a határozati javaslat egy gyönyörűen megfogalmazott javaslat, ami alapján bármi megtörténhet, akár a csökkentés, akár a növelés. Sőt, ez a határozati javaslat még azt se zárja ki, hogy a határidőt meghosszabbítsa a polgármester, akár ez alapján a használati határidőt, akár ez alapján a felhatalmazás alapján, mert módosítani a szerződést akár arra vonatkozóan is lehet, semmi nem tiltja az alapján, a határozat alapján, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy hát többek között ezek miatt sem, meg hogy a jogi bizottság sem hozott ebben a kérdésben döntést, mert a szocialista frakció nem szavazott ebben a kérdésben, ezért szeretném továbbra is a visszavonását kérni ennek az első résznek is, és a további vizsgálatát ennek a kérdésnek. Elég sok a vitáspont. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő, Snelle Domonkos. Nagyon rövid leszek, jogi bizottság elnökeként. Alá tudom támasztani az előttem szóló álláspontját, tehát egyrészt nyilván furcsa egy olyan rendet tervezett, illetve rendet módosítás itt a testület előtt, amelyet a szocialista frakció, ugye a vezető kormánypárti frakció sem támogatott az igen szavazatával. Másrészt egyébként meg kíván osztani a tisztelt képviselőtestülettel azokat a jogi aggályokat, amelyek fölmerültek. Egészen konkrétan az merült föl, hogy ha tulajdonosi jogkörben eljárva szabályozzuk ezt a kérdést, akkor ez azt jelenti, hogy egy polgári jogi jogviszony keletkezik a felek között, amely egy, nem baj, a polgármester nem figyel, mert úgyse érti, de a többiek, akik jogilag mondjuk képzettebbek, talán megértik. Tehát én azt gondolom, hogy egy tulajdonosi jogviszonyban eljárva egymással mellérendelt felek kötnek szerződést, és azt gondolom, hogy mellérendelt felek között bírságnak a kiszabása, vagy pedig bármilyen büntetés, vagy szankciónak az alkalmazása, mindegy, hogy hívjuk, tehát ugye a túlhasználatért, vagy jogellenes használatért kiszab, ez nem lehetséges. Tehát ugye, mint ahogy a partnerünk, akivel esetleg szerződést kötünk, ő sem szankcionálhatja az önkormányzatot, amennyiben megítélése szerint az önkormányzat mondjuk koszosan, vagy nem megfelelően rendezetten biztosította számára a közterületet. Ugyanígy mi sem szankcionálhatunk, legalábbis büntetést nem szabhatunk ki, és bírságot nem szabhatunk ki, hiszen ez egy mellérendelt polgári jogviszonyban nem lehetséges. Tehát ez volt az alapvető jogi probléma, amelynek mentén végül is a jogi bizottság nem hozott támogató döntést ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon jó érvelés volt, fogjuk még ezt sokat használni. Fenyvesi úr? Hát aki jár bíróságra, az tudja, hogy nagyon merész dolog valamit kerekperec kijelenteni, hogy egy bíróságon meg lehet valamit nyerni, vagy nem lehet megnyerni. A bíróságok a legváratlanabb döntéseket képesek hozni pró és kontra. Tehát, hogy meg se próbálunk valamit, az egy esélynek a elengedését jelenti, az én észrevételem szerint. Abban a jegyzőasszonynak igaza van, hogy ha nincs jogellenesség, akkor visszamenőlegesen nem lehetne ezeket a díjakat kérni. Én nem is ezt a jogellenességet akarom vitatni. Vegyük azt, hogy jogos a terület használat. Csak éppen van egy túlhasználat. Arra viszont szerintem túlhasználati díjat lehet kérni. Igaz, nem annyi időre visszamenőleg, 99 vagy 2001-re, hanem a pénzkövetelések általános elévülési idejének megfelelően 5 évre visszamenőleg. Kérni persze lehet többre is, de ezt nyilván kifogásolná az elévülés miatt a másik fél. Tehát én úgy gondolom, a túlhasználat az egy jogszerű használatnál több használatot jelent, és erre, mint nem jogellenesre, nyugodtan lehetne alapítani egy keresetet, legalábbis érdemes lenne megvizsgálni, hogy egy bíróság a szerződés mely részében foglalt négyzetmétereket fogadja el, én arra sem kötnék nagy tételekben fogadást, hogy ez feltétlenül a mi hátrányunkra döntené el a bíróság. Lehet. Benne van ez is a pakliba természetesen, de a feltett kézzel harcba küldés, hogy ne is próbáljuk meg, az számomra, én ennél sokkal küzdőbb típus vagyok, tehát számomra nem igazán elfogadható. Tehát én mindenképpen annyi ügyvédi irodával van szerződése ennek az önkormányzatnak. Elég jól meg is vannak fizetve tudomásom szerint. Tehát úgy gondolom, meg lehetne próbálni, megkeresni azt a megoldást ezekkel az ügyvédi irodákkal, vagy a
vagy az itteni jogi irodával házon belül, hogy ezt a túlhasználati díjat milyen eséllyel próbálhatnánk igényelni. Azt hiszem, nagyon nagy összegekről van szó, egy ilyen vizsgálatot megérne a dolog. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cooper András. Nem kívánok hosszabb, köszönöm a szót, polgármester úr, nem kívánok hosszabban ehhez a vitához hozzászólni. Elsősorban azért nem, mert úgy látom, hogy a frontvonalak megmerevettek, de ahhoz, amit Fenyvesi képviselőtársam az imént mondott, még egy szempontot szeretnék hozzátenni, egyetértve vele egyébként, hogy nem csak túlhasználatról, hanem túlépítésről is van szó. Tehát itt olyan mértékben építették be ezt a területet, ami a két terület, tehát a lehajtónak a két oldala egy helyrajzi számon van, olyan mértékben építették túl, amit szintén nem lehetett volna megengedni. Tehát én azt gondolom, hogy helyes volna valamiféle keresettel élni az ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én további hozzászólókat így nem látok. Jegyzőasszony, kíván reagálni valamire a vitában? Igen, akkor jegyzőasszony, a szó. Parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, megpróbált most kivétesen visszafele indulni Cooper úrnak a túlépítéssel kapcsolatosan. Két dolgot szeretnék ezzel elmondani, önnek is igaza van, ez egy hatalmas nagy területről van szó, és ebből egy-egy részletről. Az építési engedélyt, miután tavaly itt felvetődött ez a probléma, én bejelentettem az elfogultságot, ezt egyrészt vizsgálja a Csepeli önkormányzat, az építési és használatbevételi engedély kérdését, másrészt vizsgálja a rendőrség is, mert hiszen feljelentés is történt a Zöld Pádon és a Rióval kapcsolatosan. Viszont a képviselőtestület adta meg az építéshez is a hozzájárulását. Idéglenes építés 2005-ben, ugye, akkor pedig 2010-ig a szerződés módosítás végéig, 2010. december 31-ig járult hozzá, hogy a felépítmények fennmaradjanak a korábban, ott már elhelyezett felépítmények. Erről testületi döntés van. Miután elindult az ön szabálytalan építésére vonatkozóan a Csepeli önkormányzatnál folyik ez ügyben eljárás. Fenyvesi úrral tökéletesen egyetértek, ma az igazságszolgáltatás malmai lassan és kiszámíthatatlanul működnek. Én nem menném az életemet tenni rá arra, hogy persze nem nyerhet pert az önkormányzat. Szeretném elmondani, nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy én nekem az a kötességem, és korábban is ez volt, hogy elmondjam, hogy a korábbi döntés végrehajthatatlan. Erre mi elkészítettünk egy javaslatot. Képviselőtestület bölcsességén múlik, hogy hogy és miként történik ez. A zöld képviselő úr agájára szeretnék reagálni, amiben azt mondja, hogy ebben a határozati javaslatban benne van az a lehetőség, hogy a polgármester úr testületi döntés nélkül meghosszabbíthatná a 2010. december 31-ét. Két dolog miatt nem lehetséges. Leginkább a vagyonrendeletünk miatt, mert kimondja, hogy milyen esetekben van a polgármester úrnak bármilyen szerződéskötési lehetősége. Ebben az esetben nincs ez testületi hatáskör. A vagyonrendeletünk elég egyértelműen szabályozza, és ebben a határozati javaslatban semmilyen utalás erről nincs is. Ha ön úgy gondolja, akkor mondja meg, hogy hol érzi azt, hogy megteheti, mert akarja, én azt elfogadom módosító indítványnak, hogy a polgármester úr ebben a kérdésben semmilyen szerződést nem kötött, de kimondja a vagyonrendeletünk, hogy nem teheti meg. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, a napirendi pont vitáját lezárom. Határozat hozatal következik. A 174. oldalon és a 175. oldalon is folytató egyetlen határozatról döntünk. Egyszerű szótöbbség most. Igen, 14 nem és egy tartózkodással elfogadtuk, mivel rendeletet jegyzőasszony visszavonta, akkor a végére értünk, mindenki mehet nyugodtan sétálni. Dombovári út, 12 négyzetméter, gyorsított eljárás, ha jól emlékszem? Igen, gyorsított eljárás, nem kívánok szóbeli kiegészítést.
Hát az nehéz lenne, mert hogy nem szavaztuk meg. Kuper András ügyrend, parancsolj. Ha jól értettem a napirendi szavazásokat, akkor amikor javaslatot tettem a Hausmannra, azt ugye nyílt ülésen tárgyaltuk, és minthogy polgármester úr nem tette föl a javaslatomban szereplő 6-os számú napirendet, automatikusan azzal fogadtuk el. Ha egybe szavaztat a polgármester úr, akkor most az következik. Köszönöm szépen. Én sajnán fogom megérteni, hogy mi ebbe a politika, de akkor biztos így van, akkor ügyrendi javaslatot fogalmazott meg Puper úr, hogy a most a Hausmannt én nem így fogadtam el. Azt mondtam, hogy előre jön a két külön napirendé vettük a dolgot, eleve nem is volt külön napirend, azt nem ő javasolta, hanem Visztúr. De mindegy, hitvitát folytatunk. Képviselő tehát azt javasolja, hogy most tárgyaljuk a Hausmann Alajos utcai napirendet. Minősített szótöbbség most. Húsz igen, 12 nem és 3 tartózkodással elfogadtuk. Akkor hátra pattanunk. Tehát akkor a következő napirendi pont ajánlat a Hausmann Alajos utca 5 szám alatti BMS sporttelep megvásárlására. Előterjesztő polgármester úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő testület. Tehát akkor a különvet napirendekkel kapcsolatban szeretném még egyszer megerősíteni, megismételni, hogy a legutóbbi testületülésen benyújtott javaslat szerepel. Nyilván van sok dilemmájuk és sok kérdésük azzal kapcsolatban, amit a Sportmax kapcsán önök feltettek. Továbbra is azt szeretném megfogalmazni a képviselőtestületnek nyilvános ülésen, amit szívesen megtettem volna a Sportmax kapcsán is, csak ugye nem járultak hozzá önök se, Schneller úrnak mondom a nyílt üléshez, mert én ugyanis megszavaztam a nyílt ülésre vételét, csak hát sajnos az ön frakciója nem ezt tette az ön javaslata ellenére. Tehát azt gondolom, hogy szükség van ennek a kerületnek valamilyen sport ingatlanra. Azt gondolom, hogy a két ingatlan együtt alkalmas arra, hogy mind az élsport, mind a diáksport, mind pedig a szabadidő tömegsport dolgait egybe elrendezze. Továbbra is úgy gondolom, ez a kerület anyagilag megengedheti magának azt, hogy mind bérletben, mind pedig tulajdonban egy ilyen típusú létesítményeket magánál tartson. Én azt gondolom, hogy az az érvelés, amelyik az elmúlt időszakban elhangzott, hogy a képviselőtestület, az önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy több százmillió forintot költsön adott esetben drága ügyekre, sportcélokra. Ezt azt gondolom, hogy az élet és az ellenzék eddigi mondatait cáfolták, hiszen ha lehet 1 milliárd forintot költeni egy lepusztult sportcsarnokra, akkor lehet évi 200 milliót költeni adott esetben egy újépítésű, egy-két éves sportcsarnokra is. Tehát azt gondolom, hogy ezt a típusú hitvitát lezártuk. Ebben az ügyben egyetértés van közöttünk, hogy kell ilyen. A kérdés már csak az, azt gondolom, hogy melyikkel, vagy esetleg elgondoljuk-e azt, hogy mind a kettő. Én a magam részéről azt gondolom, hogy szerencsés lenne, hogyha a képviselőtestület majd később az át ülésen támogatná a Sportmax közbeszerzés eredményes és sikeres lezárását, és adott esetben valamilyen formában ennek a tovább görgetését is. Tehát emellett érvelek újra. Köszönöm szépen. No, köszönöm szépen. Kérdések körre következik. Megadom a szó Schneller Domokosnak. Nem. Akkor a kérdések körét lezárom. Bizottsági kör. Lezárom. Napirend vitáját megnyitom. Megadom a szó Schneller Domokosnak. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtestület, polgármester úr. Ugye én azt gondolom, hogy a két ügyet összekötni, a Sportmaxot és a Hausmannt, ez szerintem egy borzasztó populista magatartás. Tehát nyilván vannak közös ismérveik, tehát mindegyiknek vannak falai, tetőzete, és mindegyikben lehet sportolni. Ezen túlmenőleg semmilyen közös nincs a két ügyben. Az egyik ügy az ugyanis arról szól, hogy van egy sportcsarnok, ami egyébként az önkormányzaté lesz x éven belül. Egyébként jelzem, hogy ebben polgármester úrnak igaza van, tehát
amikor a Sportmax a miénk lesz, akkor még mindig fiatalabb lesz, mint amilyen most a Hausmann csarnokként. Ergo, tök fölösleges erre most pénzt kidobni. Ez egyik alapvetés. A másik alapvetés az az, hogy a Hausmannnál nem az a történet, nem arról szól, hogy van egy sportcsarnok, ahol jelenleg is sportolhatnak a kerületi iskolások, vagy bárki, és most az ellenzék úgy gondolja, hogy marha gazdag lett hirtelen a kerület, és meg kell vennünk az egyetemtől, bár az egyetem nem szívesen válik meg tőle. De polgármester úr beállítása, hogy picit ezt lehet kiolvasni. Ezzel szemben a valóság az úgy néz ki valahogy, hogy van egy sportcsarnok, ahol a jelenlegi állapot egyébként az önkormányzatnak bizonyos értelemben megfelelő, annyiban nem, nyilván nem edzhet ott az UTC, ez igaz, és nem tudnak ott sportolni a gyerekek, de legalább sporttevékenység folyik, ilyen a Hausmann. Az a döntés azonban, hogy ez a sportcsarnok ez piacra kerül, ez az önkormányzattól független döntés volt. Ezt eldöntötte az egyetem, ezt eldöntötte az MNV, ezt eldöntötte a MAFC, ezt eldöntötték rajtunk kívülálló szervezetek. És ebben a szituációban egy kényszerhelyzet, itt kell hozni egy jó döntést a képviselőtestületnek, és én azt gondolom, hogyha a helyzet az az, hogy a kerület, vagy legalábbis a polgármesteri vezetés, polgármester úr sportcsarnokot keres fél éve, egy éve, régebb óta is nyilatkozta már azt, hogy szüksége van egy csarnokra a kerületnek, és ebben az esetben, vagy ebben a szituációban beesik egy ilyen lehetőség, egy ilyen ajánlat, ami egyszerűs, mint kényszert is jelent a kerületnek, akkor azt gondolom, hogy a kényszerhelyzet, kényszer jelleg dacára a kerület egy viszonylag jó helyzetben van, hiszen a kerület polgármesteri vezetés, polgármesteri szándékai és az egyetem, MNV, stb. Szándékai ilyen értelemben találkoznak egymással. Tehát semmi másról nincsen szó, csak annyira, hogy polgármester úr, annyiban próbálj meg rugalmas lenni, hogy én megértem, hogy valamit a fejébe vesz ön, és nagyon nehéz ettől, és tényleg biztos nagyon jó dolog az, hogy valamit elterjed, és ez megvalósulhat, és ettől ez nagyon nehéz elengedni, hogy polgármester úr akar venni egy szürke Audit, és kinézte magának évek óta is, vagy BMW-t, igen, itt mondják mellettem, ki mellett kiül, ugye, de hogyha beesik egy olyan ajánlat, hogy egyébként a BMW helyett van egy kiváló Volkswagen Passat, picit idősebb, meg egyébek, de amit most el akarnak adni, és összevonom, normális áron hozzá lehet jutni, akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy igen, annak is van négy kereke, az is megy, az is alkalmas erre a célra, és egyébként pedig most van itt az a szituáció, amikor ezt fölkínálják. Tehát ennyiről szól a történetpolgármester, el kell tudni engedni azt a Sportmaxot, és higgyel nekem, hogy én pontosan tudom, hogy ön ugyanolyan nagy és fényes külsőségek között tudja majd fölavatni a Hausmannt, átadni a gyerekeknek, a népnek, az embereknek, a lakosságnak. Tehát ez önnek kiváló lehetőség lesz a szereplésre, a sport védelmezőjének a szerepében kiválóan föltűnhet ugyanúgy. Tehát én azt gondolom, hogy el kell tudni engedni most a Sportmaxot, majd egyszer lesz egy polgármester, lehet, hogy már ön sem, én sem leszünk ennek a testületnek a tagja, lehet, hogy senki más, aki itt ül most, aki majd át fogja tudni ingyen venni a Sportmaxot, és ő majd elmondhatja magáról, hogy két csarnoka is van ennek a kiváló kerületnek. Jelenleg egy sincsen, és ha a Hausmannt megveszünk, akkor lesz egy. Én azt gondolom, hogy az egy az lényegesen több a nullánál, a kettő pedig majd 10-12 év múlva be fog következni. Szerintem ennyiben lehetünk nagyvonalak a jövőre nézve is. Hagyhatunk az utánunk következőknek is majd cselekvési terepet. Egyébként meg az 1 milliárd forint, amiről beszél a polgármester, ezt ön is tudja, hogy nyilvánvalóan nem igaz szám, tehát itt 700 millió forint körülbelül összegről beszélünk, és ezt kell a 2 milliárddal összevetni, tehát nem 1 milliárd. Ez csak a tényekhez próbáljunk már ragaszkodni. Jó, köszönöm. Köszönöm, megadom a szót Lakos Imrének. Köszönöm, a stand-up comedy műfajából térjünk vissza a határati javaslathoz. Egy módosító határati javaslatot szeretnék benyújtani, amit felolvasok. Azzal a szándékkal, hogy itt az előttünk fekvő határati javaslat az kicsit vegyes dolog, mert egyik oldalon egy határozott nyilatkozat van benne arról, hogy na akkor vételi szándéknyilatkozatot nyújtsunk be. Egy vételi szándéknyilatkozat azért konkrét vételi szándékot kellene, hogy tartalmazon árral, feltételek, feltételek egyebekkel. Majd azt követően azt mondja a határozati javaslat, hogy egyébként ellenőrizzük ezt értékbecsléssel, meg folytassunk tárgyalásokat a feltételekről. Ezt egy kicsit pontosítanám, nem változtatva azt a szándékot, hogy szerintem is jó az az irány, hogyha kaptunk egy ilyen ajánlatot, hogy van egy ilyen vételi lehetőség, akkor fontoljuk ezt meg, hiszen szerintem ez egy jó lehetőség, amivel a kerületnek élnie kell, ha minden egyéb feltétel stimmel, az érték, az ár és a fizetési feltételek,
a lehetőséget jól lenne nem elszalasztani. Tehát ennek szellemében a határtiaslatom az, hogy a képviselőtestület a BME rektorának levele alapján felkéri a polgármestert, készítessen ellenőrző értékbecslést, és folytasson tárgyalásokat az egyetem illetékeseivel a 11. kerület Hausmann utca 5 szám alatti sporttelep megvásárlásának feltételeiről. A tárgyalások eredményét terjessze a képviselőtestület elé. Ebben kérem a képviselőtestület támogatását, és akkor ez arról szólna, hogy a polgármester úr érdemben tud tárgyalni, és egy következő testület ülésre, ha addig ezek a tárgyalások eredményre vezetnek, akkor egy konkrét előterjesztéssel tud visszajönni, nem csak egy szándéknyilatkozattal. Köszönöm szépen. Köszönöm, megadom a szót Simon Károlynak. Köszönöm szépen. Én kitartok amellett a véleményem mellett, hogy igen nagy szüksége van a kerületnek sportlétesítményre, sportlétesítményekre. Tehát én a magam részéről támogatom azt is, hogy ezt a sportlétesítmény megszerezze a kerület, de a Sport Max mellett is kitartok. Viszont az a kérdésem, hogy akik szintén támogatják ezt, ez a 800 millió forint, vagy 700 millió forint. A 800 milliós azt hiszem ugye a legalacsonyabb ajánlati ár volt, tehát ennyiért senki nem akarta megvenni, ez a kínálati legalacsonyabb ár volt, tehát azt gondolom, hogy ez nem piaci árat tükröz, tehát lejjebb is lehet menni ebben az árral, pláne hogy a sportlétesítményt kell ezt fenntartani. Az a kérdésem, hogy a kerületünk ezt cashbe szeretné kifizetni, vagy hitelből? Mert ha hitelből, akkor kérem a Szabó képviselő segítségét, hogy ez valóban mennyibe fog kerülni a végén. Tehát, hogy most hogy számoljunk ennél az ingatlannál? Tehát, ha ezt hitelből vásároljuk, akkor ez mennyi valójában? Tehát, ha ebbe tudnának nekem segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Balázs Gyöngy. Köszönöm a szót. Röviden szeretném is elmondani, de nem szeretnék ismétlésre bebocsátkozni, én is azt mondom, hogy a kerületünknek szüksége van sportlétesítményekre, de a napokban voltam ott a Hausmann-Lajos utcai létesítménynél, és néhány emberrel beszéltem, akik ott dolgoznak, és ott vannak ezen a környéken, és mikor beszélgettünk arról, hogy ennek az értéke most jelenleg 840 vagy 850 millió forint, mindenki azt súgta a fülembe, hogyha egy picit várunk, akkor ez az összeg, ez még a felére is csökkenhet. Tehát azok, akik ezt el akarják adni, tehát át akarják adni az önkormányzatnak, azok valószínű, hogy még a 400-450 millió forinttal is megelégszenek. Úgyhogy én is azt javasolnám, amit a polgármester úr mondott, hogy fogadjuk el ezt a módosító javaslatot, és térjünk vissza majd a későbbiekben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kristóf József. Köszönöm a szót. Az eddigi érvelésekkel nagyjából nem kell, hogy az ember feltétlenül szembe menjen. Én egy mondatot a lakos képviselő úr, alpolgármester úr javaslatával szemben az eredeti határozat tervezetből megtartanék, tehát az első mondatot. Tehát azt, hogy nem humbugból kíván az önkormányzat tárgyalni a Hausmann megvételéről, azt illik deklarálni. A rektor úr ezt megtette a levelében, és ennyiben az alpolgármester úr javaslata az teljesen kerek, de azért a viszonzás az nem arról szól, hogy akkor úgy, mint bárki más, bemegyek alkudni. Azért azt tudni kell mindenkinek, hogy állami költségvetési intézménynél lévő állami tulajdonú ingatlan másik állami szerv részére történő átadásáról van szó, tehát itt nem viselkedhet úgy az önkormányzat, mint bármelyik ingatlan ügynök, aki itt most csak éppenséggel érdeklődik. Ezt illik deklarálni, ezt az első mondatot javaslom megtartani. Nem szégyen az, hogyha meg akarjuk venni, hiszen erről van szó. Szükség van egy sportlétesítményre az önkormányzatnak, és erre a Hausmann sportlétesítményt alkalmasnak tartja. Az, hogy a tárgyalások és az egyeztetések mire vezetnek, ez nyilván a tárgyaló felektől fog függeni, de ezt a deklarációt én szeretném bentartani a határozati javaslatban. Köszönöm. Köszönöm. Gadácsi Miklós.
Köszönöm szépen. Én nekem van egy olyan javaslatom, hogyha mivel lakos alpolgármester is javasolt a januári testületi ülésre való visszahozatalt, és a határidőben itt február 28 van, hogy akkor ezt módosítanánk a januári testületi ülés időpontjára, amennyiben ez lehetséges. Tehát ne két hónapot várjunk ezzel, hanem hogyha a polgármester is ilyen agilisan és sportért iránt szerelmeseként itt belemegy ebbe, akkor gondolom hamar tudja ezt folytatni. Tehát én javasolnám a január, nem tudom, hogy mikor van a januárban a testületi ülés, tehát én akkor arra javasolnám ezt a visszahozatalt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Molnár Gyula polgármester. Nagyon szépen köszönöm a véleményeket. Én azt hiszem, hogy azért ebben a vitában Schneller képviselő úr mondatai nagyon rávilágítottak a lényegre. Azt gondolom, hogy képviselő nem először elszokta magát szólni, érdemes majd erre jobban odafigyelni, amikor azt mondja, hogy ezt is fényesen át tudja adni. Tehát tulajdonképpen az igazi bajuk önöknek ezzel a Sportmax-szal nem az, hogy sokba kerül. Nem az a baj, hogy nehezen üzemeltető. Az az igazi problémájuk, hogy fényesen át lehet adni. Nos, azt gondolom, hogy nem terveztem fényes átadásokat, a Huszmanba se és itt se. Tudom, hogy ezt önöknek nagyon nehéz megszokni, hogy nem ez a motivál, ezek azok eszközök, azok azért szükségesek, képviselő úr, és mondom mindenkinek, hogy pont azt az ügyet, amit fontosnak tartjuk, ismerté tudjuk tenni a másikak számára. És bármennyire fájdalmas, az ön személyével ma még nehéz hitelesíteni bizonyos jó ügyeket. Biztos lehet néhányat, de viszonylag nehéz. Az én személyemmel, bármennyire még egyszer mondom, fájdalmas ez önnek, de lehet ilyen típusú dolgokat hitelesíteni. Én tényleg azt hiszem, hogy nagyon-nagyon vicces és tényleg nagyon szellemes volt az ön példája az autóval. Az ön főnöke mondta annó, amikor bátor mondatokat mondta, hogy merjünk nagyot álmodni. Ugye olyan családban vagyunk mi itt, ez egy nagyon nagy család, amelyik két autót is elbírna. Ez volt az érvelés lényege, és ezt próbáltam az ön számára is elmondani. Az, hogy tudnak csúsztatni, az nem volt számomra soha kérdéses. Ez a hogyan van az, és Kristóf úrnak is nagyon mondom, hogy a magánbefektető az bűnös, az állami befektetőt azt meg minden szempontból védjük és elfogadjuk. Nagyon kell erre vigyázni. Tehát azt gondolom, hogy aki bármilyen módon vesz, elad, az ugyanazzal a szempontok szerint kell itt nézni és vizsgálni. És azért, amikor elegánsan 700 milliót mondunk, mert ez itt jó, a másikban pedig elegánsan 2 milliárdot mondunk, azért nézzük a tényeket, ez 840 millió papíron, ez nem 700, tehát ez 840, és Simon úrnak mondom a dolgot, hogy az ajánlat per pillanat kötött. 1,3 milliárdon hirdette meg a Műegyetem, és nem volt rávevő. A legkisebb lehetséges ár a 840, amiért most adhatja. Az, amit hallottunk, az egy lehetséges tárgyalási pozíció. Ha önök bekiabálással ezt támogatják, ott támogatják lakos úr javaslatát, mert azt mondja, hogy tárgyaljunk, és én úgy értettem itt ebben a javaslatban, hogy pont arrafele próbálja ő is tolni, hogy ebben még adott esetben vannak tartalékok, és ebbe az irányba próbáljuk meg ezt a tárgyalást lefolytatni. Én azt gondolom, hogy és ebben mélységesen értétek Simon Kári, az az én érvelésem is, rossz irány, rossz sportszakmai döntés csak Hausmannt csinálni. Azt gondolom, hogy csak Hausmann magába az nem jó döntés. És ne haragudjanak, de nem tudok kibújni abból, hogy esetleg önök ingatlan spekulások, és arra készülnek, hogy arra gondolnak, hogy későbbiekben valamilyen módon itt talán egy átminősítéssel más céljaik vannak. Tehát nem tudok ebből a dologból kibújni, mert miért nem sportszakmai szempontból nézzük, és azt nézzük meg, hogy az élsport, a tömegsport, a diáksport, a szajdosport, hogy ezeket próbáltam meg elmondani, hogyan lehet ennek valamilyen jó megoldást találni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy így ebben a formában én nem nagyon tudok ebben a dologban egyetértően nyilatkozni, semmiképpen sem fogadom el azt az érvelést, amit Kristóf úr mondott, hiszen a Műegyetem rektorának levele alapján című formára a lakos úr határozatban pont azt mutatja, ami az ajánlatról szól. Na most hadd kérdezzek egy kicsit kedveset önöknek vissza a nyilvánosülést kihasználva. Junkhaus úr, látom, bejelentkezett, adok neki témát, ő tudjuk, hogy frappánsokat szokott tudni válaszolni. Most nem baj a három oldalas előterjesztés 1 milliárd forintnál? Mert hogy ugye az előterjesztés nem változott. Nem tudjuk a gazdaságossági számítást. Nem tudjuk, hogy mennyire üzemel. Nem tudjuk, hogy mi lesz ott. Nem tudjuk, mennyibe kerül felújítani. Ez most nem probléma, urak, hölgyek. Nem kéne egyforma mércével mérni ezeket a dolgokat. Tehát nem ez volt a fő érvelés
múltkor hihetetlen agresszíven. Itt van egy 120 oldalas anyaga, az átülésen nem fogják majd a nézők hallani, ahol kiszámoltunk mindent. És önök nem akarják támogatni, ahogy hallom. És ezt pedig támogatják három oldal, 1 milliárd forint. Simon Károly kérésére mi a válasz? Mennyi ez tényleg? Hát akkor próbáljuk meg egyforma mércével mérni ezeket a dolgokat, és ez szerint én azt mondom, hogy gondolkozzunk tovább. Én személy szerint azt gondolom, hogy ha vitában, persze, mert fogunk még sokat, látom, hogy kiváltottam valamennyi izgalmat, ahogy látom, akkor még folytatjuk, de én azt fogom majd javasolni, hogy elfogadom Lakos úr módosító indítványát. Azt nem, az február 28, az van benne, hogy tárgyalunk, akár januárban, ha meg lesz. Így van. Ugye az a tárgyalás eredményt terjessze a képviselőtestület elé, van a polgármesternek 1-2 hónapja, de januárban meg lesz, én is úgy értettem, be lehet hozni januárba. Köszönöm, és nem lehet a magas ügyrendben. Köszönöm szépen, bármilyen is furcsa ez polgármester úr számára. Mi nem vagyunk ingatlan spekulásunk, tehát nem minden képviselő ezzel ül be a képviselőtestületbe. Mi például nem ezzel ültünk be ez a szándékkal. Egyébként sportszakmai érvek közül rengeteg elhangzott az elmúlt testületülésen. Kár, hogy ön már nem emlékszik, majd nyomtatunk egy jegyzőkönyv másolatot, és akkor majd át fogjuk tudni nézni. Köszönöm. Köszönöm. Kristóf József. Köszönöm a szót. Ha jól emlékszem, az egész ügy felelevenítését az a fideszes nyilatkozat terelte vissza a testületi ülésre, amelyiknél azt jelentettük ki, hogy a Fidesz szeretné ezt a területet sportterületként, sportingatlanként megtartani. Innentől kezdve ez az ingatlan spekuláció tényleg ilyen cuslági magaslatokból kiszóló erkölcsi szózat volt, de ettől függetlenül, ha már a sportmag szóba került, azért azt is tudni kell, hogy ha az eleve a miénk lesz, ezen kívül nyilvánvalóan azért adja el a bérlő, mert a veszteségeit szeretné megtéríteni. Ez most nem az ajánlat megtárgyalása, de ott bérleti jogot ellenértékben szerzünk egy olyan ingatlanra, amelyikben tulajdonosok leszünk. Holott az egész, ha ez a cég nem tudja üzemeltetni, mert azért akarja továbbadni, egy szerződés cedálással is megkapható lett volna. Polgármester úrnak az az előterjesztés, amivel ezt a testület elé hozza, az csak a közbeszerzési eljárás miatt vált szükségessé, holott ezt akár az Újbuda TC és Budaholt is bárki is bérelhette volna. Ezt a felelősséget a testületre tolni, ez csak azt jelenti, hogy ezt a céget kívánja, ezt a bérlőt támogatni. Innentől kezdve értem, ha nem lenne közbeszerzés, akkor is a zárt ülést. Ezzel együtt nem tartom elvetemült ötletnek, de a sorrend és az érték, a sportszakmai érték is csak a Hausmann után következő lépésként engedheti meg az önkormányzat magának. Köszönöm. Köszönöm. Kuper András. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is hadd jegyezzem meg, hogy az ingatlan spekuláció a köznyelvben általában a magángazdagodást jelenti. Ha az állam vagy az önkormányzat úgy gazdálkodik a maga ingatlanjaival, hogy gazdagodik tőle, akkor legritkább esetben nevezzük ingatlan spekulációnak, bárha pozitív értelemben állunk hozzá, szerintem akkor legyünk büszkék rá, hogy van egy olyan lehetőség most itt az ingatlanok adásvételénél, amikor az önkormányzat gazdagodik, és egyébként örülök annak, hogy polgármester úr is úgy látja, hogy ennek az ingatlannak a megszerzésével az önkormányzat gazdagodhat. Tehát még egyszer mondom, az különbözteti meg az öblöt, mondjuk az öbölberuházást a Hausmannétól, hogy az öbölben Leistinger Tamás gazdagodott, itt viszont a kerületi önkormányzat fog tudni gazdagodni. A három oldalas előterjesztésről pedig annyit, hogy nyilván azért várjuk vissza a januári, szerencsésebb esetben a januári, kevésbé szerencsés esetben a februári testületi ülésre polgármester urat a tárgyalások eredményével, hogy ezekre a részletekre adjon nekünk választ. Most hiába is tennénk föl kérdést, hiszen még nem kapta meg polgármester úr azt a felhatalmazást, hogy elmenjen ez ügyben tárgyalni, de ezért szeretnénk megadni. És akkor viszont szeretnénk, ha nem három oldalas előterjesztéssel jön elénk, hanem valóban maga az előterjesztés előre, mint hogy a nevéből is ez következik, előre minden kérdésünkre választ adna. Köszönöm szépen. Köszönöm, Junkhaus Rajmund.
Köszönöm a szót. Polgármester úr, akkor nem voltam bejelentkezve, de ha már megszólított, akkor nem venném azt a bátorságot, hogy nem szólok hozzá, és akkor így tud ön is majd vicceseket reagálni. Egyébként valóban felháborító ez a három oldalas előterjesztés. Ön az előterjesztő. És amit produkál ezzel a napi rendel, az abszolút szégyenletes. Egy hónap ezelőtt ugyanúgy előttünk volt ez az anyag, tehát tudott volna készülni, és tudott volna egy rendes előterjesztést összeállítani, ez ugyan nem sikerült. Én is azt gondolom, hogy mindenféle számítást kéne, hogy tartalmazon az anyag, hogy mi meg tudjuk hozni a kellő döntést, de nem áll rendelkezésünkre. Mi állnak rendelkezésünkre ezek az értékbecslések, ezek a számítások, ami alapján pontos döntést tudnánk hozni, úgyhogy kérem, hogy a következő ülésre legkésőbb akkor olyan anyagot állítsanak össze, ami tartalmaz mindent, és mindent akkor úgy egybe tárgyaljunk ezzel kapcsolatban. És amikor a képviselőtársam jelezte, hogy a fényes átadásokra igen fogékony, akkor nyilván nem véletlen történt ez. És persze, hogy van egy ilyen angályunk, mert nem is az a probléma, hogy ön elmegy és szalagot vág át, mert remekül ért hozzá, hanem az a probléma, hogy ezek a beruházások rendszerint nem készülnek el. Tehát az Öböl projektet vagy négyszer adta át, hogyha végignézzük az Új Buda archív számait. A Hadik kávéház is nem sikerült, nem sokkal ezelőtt, két héttel ezelőtt átadásra került. Két-három héttel ezelőtt az is remekül sikerült. Valóban működik a kávéház? Nem. Úgyhogy... Polgársorban az a bajunk, hogy mindig előre iszik a medve bőrére, és egyébként akkor az előterjesztést kérjük kidolgozottan részünkre a rendelkezésre bocsátani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Zöld Gellért. Köszönöm szépen. Én is csak röviden, hogy engedje már meg a polgármesterről az ellenzéki képviselők részére, hogy abból a szempontból nem érjenek teljesen egyenlő mércével, hogy itt egy... egyetemmel, egy állam által finanszírozott egyetemmel köt szerződést, hogyha köt majd szerződést, ha a polgármester elénk tárja a számokat, és nem pedig egy magánvállalkozóval, magántőkével köt szerződést. Egészen más szerintem, más lehet a hozzáállás akkor, amikor ugyanaz az állam, aki fönntartja, vagy ellátja az önkormányzatokat is feladattal és hozzájáruló pénzzel, ellátja az egyetemeket is feladatokkal és hozzá való pénzzel, amikor ez a kettő köt egymással üzletet, és köt megállapodást, úgyhogy az mindannyiuk számára hasznos legyen, és mind a kettő kvázi non-profit célra használja ezeket az összegeket föl. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, mikorról ismerős nekem az attitűd, hogy a kar vagy tőke kizárólag csak jó. Egyébként az alkotmányban benne van, hogy a tulajdoni formák egyenrangúak. Megadom azt a Lakos Imrének. Köszönöm szépen. Annak örülök, hogy a Cooper úr és Junkhaus úr hozzászólásával együtt talán most már sikerült tisztázni a műfaját ennek a határti javaslatnak. Szándékaimmal azonos, amit Cooper úr és Junkhaus úr mondott, ez a műfaj, ez pedig valóban egy tárgyalási felhatalmazás arról a szándékról, amely szándékban úgy tűnik egyetértünk, hogy de jó lenne, ha jó lenne. Tehát nem egy konkrét vételi szándéknyilatkozatról van szó, mert az egy másik kategória, mint amit Kristóf úr mondott. Az, amit Krupper úr mondott, az egyetértek, hogy valóban egy tárgyalási felhatalmazás típusú, műfajú határti javaslatról van szó, amely a rektor úr levele alapján elindulhat, érdemben a tárgyalások megkezdődhetnek, sőt, érdemben kezdődjenek meg azzal együtt, hogy a szükséges számítások, értékbecslések készüljenek el. Erről szól az én határti javaslatom, és kérem, hogy ezt támogassák. Köszönöm, Kristóf József, ügyrendben. Köszönöm. Hozzászólásomban említettem, támogatom az alpolgármester úr javaslatát, de az első mondattal együtt ezt javaslatként is megteszem, tehát abban a formában, hogy a vételi szándék azért kifejezésre jusson. Ez az önkormányzatnak a szándéka, ez megéri ezt az egy mondatot, a tárgyalásnak ez az alapja. És én ezt javaslatként, első mondat plusz a alpolgármester új javaslataként kérem megszavazni. Köszönöm, megadom azt Lakos Imrének. Köszönöm szépen. Tényleg nem érdemes talán ezen hosszan vitatkozni, nem is nagyon bonyolnék bele, tehát az egyetemet és az egyetem gazdálkodását egy olyan típusú nyilatkozattal ne csapjuk be, hogy van egy határozott vételi szándékunk, mert ők ez alapján
adott esetben egyéb beruházások fedezeteként már most kalkulálhatnak ezzel. Én azt gondolom, hogy a szándékunk valóban ez, de ez finomságok, nem lehet ezt kimondani még, hogy ez egy vételi szándéknyilatkozat, mert az ő ajánlatukra, ha mi egy szándéknyilatkozat teszünk, az úgy tűnik, hogy elfogadtuk volna, nem akarok belebonyolódni, árnyalati különbségek vannak. Az én szándékom az, hogy történjenek érdemi tárgyalások, és jöjjön vissza a testület elé egy érdemi döntés, ez a javaslat. Én most az érzéseim alapján azt mondom, hogy ez egy jó dolog lenne az önkormányzatnak. Remélem a számítások is alátámasztják ezt az érzést majd. Igen, megadom a szót polgármester úrnak. Köszönöm szépen, nem kívánok itt reagálni a vitában elhangzottakra, és köszönöm szépen a kritikákat. Megpróbálok a következő 4 évre jobban fölkészülni, és akkor javítok ezeken a hibákon és a problémákon az előterjesztés színvonalán. Az nagyon-nagyon tanulságos volt nekem, hogy mennyire érzékenyen reagálnak néhány szóra is. Az lenne az érdekes, csak így barátilag mondom így a mikrofonban nyílt ülésen, hogy amikor kimondják, akkor is legyenek hasonlóan kritikusak a mondattal, mert tényleg nagyon vacakérzés az embernek magával kapcsolatban hallani. Úgyhogy nem is bonyolítom tovább ezt a szófordulatot, hogy hol és miképpen látom én azt az érdeket, amit itt megfogalmaznak azok, akik nem sportszakmai szempontokat tesznek első helyre kizárólag. Nos, én a következőt javaslom, mivel mélységesen egyetértek azzal, amit alpolgármester úr most itt az utolsó egy-másfél hozzászólásában tett. Én nagyon-nagyon nem szívesen támogatom azt, hogy a vételi szándék mellett döntsünk, de amennyiben a képviselőtestület kompromisszumnak látja azt, hogy további tárgyalásokat, akkor azt viszont meg tudnám támogatni, és akkor itt egy békés nyugodt állapot állhatna elő itt a testületen, és akkor folytatjuk a munkát. Én ígérem azt itt szóban, hogy a lehető legkorábbi határidővel ezt megpróbálom behozni, ha ez januárig megvan, akkor január, ha február, akkor február. Ez tehát a javaslatom, tehát amit alpolgármester úr be is nyújtott már írásban, ha erről tudunk szavazni, és az elfogadásra kerül, akkor ez egy lehetséges kompromisszum. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kristóf József, ügyrendben. Köszönöm. Szükséges-e beadnom azt, amire van írva? Az eredeti első mondat és a Lakos úr javaslata. Ez volt a... Azt is kértem, hogy ez is kerüljön szavazásra. Köszönöm. Jó, akkor minden módosított be kell adni írásban, az SMS alapján, de azért fussunk neki Lakos úr javaslatának, amit támogat az előterjesztő is. Kérem, akkor most szavazzunk. Testület 34, igen. Jó, akkor sztornó szavazás. Akkor újabb szavazást, és akkor ezt majd utána. Először akkor Kristóf úr javaslatát, ami Lakos úr érvelését tartalmazza, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat nevében nyújtsa be a BME rektora felé a vételi szándéknyilatkozatot. Aki ezzel egyetért, akkor kérem most szavazzon. Testület 17, igen, 15 nem szavazattal, 4 tartózkodással ezt nem fogadta el. Akkor térjünk vissza Lakos úr javaslatára, kérem most szavazzanak. De az nem ért. Testület 37, igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. Így akkor a befűzött határozati javaslatok okafogyottá váltak. A napirend végére értünk, átadom a vezetést. Igen, köszönöm szépen. Akkor a napirendi pont végére értünk. Visszatérünk az eredeti menethez. 7. napirendi pont, Dombóvári út, gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Frakciónként van lehetőség egy hozzászólásra. Kíván-e valamelyik frakció szólni? Nem látok ilyet. Napirendi pont vitáját lezárom, határozat hozatal következik. A 226. oldalon lévő egyetlen határozatról döntünk. Egyszerű szótöbbség most.
30-at igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk, napirendi pont végére értünk. 8. napirendi pont, országzászló állítás. Fenyvesi úr kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Kíván, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, nagyon sokáig nem akarom ragozni ezt az előterjesztést, de azért néhány mondatot mégis. Azt már a 2 hónappal ezelőtti napirend előtti felszólalásnál is elmondtam, hogy miért merült fel bennem ez a gondolat. Azért, mert a kerületünkben nem nagyon van olyan méltó emlékhely, ahol a nemzeti ünnepeinkről meg tudnánk emlékezni. Szoktunk március 15-én a Svejdel emléktáblánál, mi már az Irinyi emléktáblánál is, október 23-án a Szent Imre szobornál, és egyes emléktábláknál, a kórháznál, október 23-a utcán, stb. Körtéren. De egy olyan méltó emlékező hely a kerületben nem nagyon van, ahol akár március 15-én, főleg augusztus 20-án egy államalapítási ünnepen, és október 23-án méltón tudnánk megemlékezni. Ezért gondoltam arra, hogy egy országzászló, amely mégiscsak egy nemzeti összefogás szimbolizál, méltó lenne erre a célra. Természetesen ez akkor szolgálja a célt, hogyha valóban az összefogást mindenki magáénak érzi, akár Csonkaországon belül, akár a Csonkaországon kívül rekedtekkel is. Régebben az országzászlót, azt ilyen, nem tudom, horcista, nem tudom minek titulálták általában, hiszen Trianon után a kormányzó időszakában terjedtek el országszerte ezek az építmények, de már akkor is nem politikai jellegük volt, hiszen a legtöbb országzászló úgy létesült, hogy az elcsatolt területekről is az ország valamennyi vármegyéjéből földet hordtak ennek az országzászlónak a talapzatára, szimbolizálva azt, hogy az ország lakosai szolidaritást vállalnak egymással. Azok is, akik szerencsésebbek voltak, hogy a meghúzott határokon belülre kerültek, azokkal, akik nem voltak ilyen szerencsések, és úgy húzták meg a határokat, hogy azokon kívül kerültek. Ezt az összefogást, ezt és együvé tartozás kifejezését szeretném én a javaslatommal elősegíteni. Talán annyival is időszerűbb lehet a korábbi időknél ez az előterjesztés, hiszen tudomásom van róla, hogy az a bizonyos 2004. december 5-i szerencsétlen sorsú népszavazás óta az MSZP is és az új vezetésű SZDSZ is másként áll a határon túli magyarsághoz, átértékelte némileg az akkori álláspontját. Ráadásul kerületünk jó néhány elcsatolt területrészen fekvő településsel testvértelepülési kapcsolatban áll. Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken is vannak testvértelepüléseink. És uram, bocsán, mi is megtehetnénk azt egy ilyen országzászlónál, hogy onnan is hoznánk földet ennek az országzászlónak a talapzatára és a létrehozására. Nyilván nagyon fontos két dolog, hogy milyen helyszínen lehet ez az országzászló, és mennyibe kerül. Gyakorlatilag ennek az előterjesztésnek ez a célja, egy elvi döntés, ami majd aztán a későbbiek során kimunkálható lenne, ennek a pénzügyi háttere és ennek a megfelelő helyszínek a megtalálása. Én tehát azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ha úgy érzik, hogy valóban szükséges lenne egy méltó emlékhely, ahol a nemzeti ünnepeinket megtarthatnánk, és amely kifejezhetné a Csonka határokon belüli és az azon túli magyarok együvé tartozásának az érzését, tehát ha így érzik, akkor támogassák ezt az előterjesztést. Meggyőződésem, hogy ennek a költségvetése sem lehet olyan, ami miatt már eleve el kéne utasítani elvből is egyáltalán ezt a vizsgálatot, hogy vizsgálja meg a polgármester ennek a körülményeit. Természetesen, hogy a kérdések merülnek föl, akkor szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Király Norinak azt ígértem, hogy 4:30 körül végzünk, de ez nem fog sikerülni. Kérdezem, hogy kíván-e valaki kérdést intézni az előterjesztőhöz? Kérdezőt nem látok.
Napirendi pont vitáját megnyitom. Hozzászólót nem látok, akkor a napirendi pont vitáját lezárom. Határozathozatal következik. A 233. oldalon lévő határozatról döntünk. Egyszerű szótöbbség most. Húsz igen, hat nem és hét tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. Napirendi pont végére jöttünk, következik a 9-es helység vételár. Vagyonbizottság elnök nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdezem, hogy kíván-e valaki kérdezni az előterjesztőtől? Kérdés. Nincs kérdés. Junkhaus Rajmundnak van kérdése. Parancsoljon. Elnézést, majd inkább a vitában szóval. Igen, és köszönöm szépen. Akkor, ha további kérdezőt, kérdések körét mert nem látok, akkor lezárom, napirendi pont vitáját megnyitom, és akkor szerintem megadom a szót Junkhaus Rajmundnak, amennyiben van egy gombot. Hűha. Esetleg így. Jó. Tehát én azt kérem a képviselőtestülettel, hogy nemmel szavazzunk erre az ügyre, és esetleg egy újabb értékbecslést követően hozzuk vissza. Gyakorlatilag már jó fél éve, ugye már másodszor történik a meghosszabbítása ennek a vételi szándéknak. Már, tehát más, két alkalommal már nem sikerült teljesíteni időre a feltételeinket, ami nem csak ugye a pénzbeli feltétel, hanem az időbeni feltétel is volt. Tehát az időbeli feltétel, amit szabtunk, azt nem sikerült. Úgyhogy kérem, hogy most vegyük le, vagy szavazzunk rá nemmel, és készítessünk majd egy újabb értékbecslést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólani a vitában? Ha nem, akkor a napirendi pont vitáját lezárom, szavazunk. A polgármestert is kérem. Tehát a 236. oldalon lévő egyetlen határozat, egyszerű szótöbbség most. Tizennyolc igen, 16 nem és egy tartózkodással képviselőtestület elfogadta. Megyünk tovább, a sürgősséggel felvett napirendek Közép-Magyarországi következik, 1019. oldalon osztottuk ki. Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Van-e kérdés? Kérdezőt nem látok, kérdések körét lezárom, napirendi pont vitáját megnyitom. Hozzászólót látok, Molnár László, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Itt egy-két dolgot azért szeretnék hozzátenni ehhez a témához. Noha azt hiszem a pályázattal önmagával nincsen semmi probléma. Ugye ennek elég hosszú előzménye van ennek a KVK projektnek. Így például többek között a szeptemberi testületi ülésen is foglalkoztunk vele, ahol el is fogadtunk egy olyan határozatot, hogy ennek a teljes projektnek a ütemtervét, a szükséges pénzügyi, vagy tervezett pénzügyi lépéseket és a hasonló lényegesebb dolgokat december 30-áig polgármester úr a képviselőtestület elé tárja. Ez feltétlenül most már nem fog bekövetkezni, hiszen addig legalábbis gondolom, hogy nem lesz testületi ülés, így lesz egy lejárt idejű határozatunk majd a jövőben. Amit még ehhez szeretnék hozzátenni, hogy ugye ezt akkor tárgyaltuk szeptember 3-án. Ez a pályázati felhívás megjelent szeptember 18-án. A pályázatnak a beadása október 12-től lehetséges, és mi most tárgyaljuk december 15-én, hogy január 5-én ebből valamilyen beadható dokumentum készüljön el.
Az időpontokból számomra az derül ki, hogy itt nem igazán jártunk elő körültekintéssel körbe minden kérdést, hiszen ezt már jóval korábban kellett volna tárgyaljuk, nem sürgősségi napirendként behozva, hiszen minimum 3 hónap volt ennek az előkészítésére. Így most fogunk adni egy olyan biankó csenket, tudva azt, hogy ez csak az első fordulója a pályázatnak, de azért számos jelentős kérdést ez meg fog határozni, hogy a második fordulóban egyáltalán már mivel fogunk tudni tovább menni. Úgyhogy összességében azért a jövőben erre egy kicsit több figyelmet szeretnék kérni. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kíván-e még valaki szólni? Nem, akkor nagyon röviden, hogy teljesen igazán mind a két kérdésben képviselőnek valóban van egy december 31, és azt a megoldást javasoltam, vagy javaslom, hogy nyilván be fog kerülni a következő lejárt határozatokba, de nem is az a lényeg, hanem a januári testület elé a teljes pályázati anyag be fog jönni ezzel a háttérszámítással, ezért nincs most itt. Ami pedig az időzítést illeti, mélyen egyetértek önnel, nagyon későn kezdtünk hozzá, ez az én hibám, magamra vállalom. Azért vagyunk így ilyen szemben csúszásban, viszont az ügy meg én is úgy gondolom, hogy fontos. No, tehát akkor, ha nincs további kérdés, vélemény, akkor határozathozatal következik. Az 1021. oldalon lévő határozat, egyszerű szótöbbség most. Tartózkodással elfogadtuk, napirendi pont végére értünk, Budahold, Kft. 1022. oldalon kiosztott. Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, van-e kérdés? Kristóf József. A kérdésem az előterjesztőhöz az, hogy miért csak május 1-ig kelt el hozott határozatot, akkor, amikor őt az eredeti határozat április 30-ával kötelezte, és a lekésés, ugye nem tudom, április 21-ig volt ugye az ügyvezető eredeti hatályban, nyilvánvalóan ezt a határozatot március 19-én az önkormányzat azért hozta így, hogy április 22-ig megtörténhessen minden, ami meg kell történni, és ez a polgármester úr ezt a határozatot is lekéste. Az különösebben nem igaz az ügyben, hogy magára vállalja. Hát itt az szerepel az alapítói határozatban, hogy a... Jó. Hát azt így is úgy is kellene, de... Az alapító 1/2009 5. 21. számú alapítói határozata. Jó, kérdés. Ez volt a kérdés, hogy az alapító miért 5. 21-én hozott határozatot. Szépen, hadd mondjak el annyit tényleg. Értem, hogy mindenről ez jut eszébe, legalább a Budahold vagy egy KFT-nél ne én legyek már azért felelős, hogy hoztunk egy döntést az ügyvezetőről, hoztunk a könyvvizsgálóról, az ügyvezető összeválta a könyvvizsgálóval. Hibázott, egy technikai típusú dolgot tudunk helyette most korrigálni, ha kívánja a képviselőtestület ezt a dolgot tenni. Jó, én megmondom őszintén, nem szoktam alapító okiratokat előkészíteni. Jó, nyugodt, tudom, én nyugodt vagyok. Nem szoktam alapító okiratokat előkészíteni, és nem is tervezek a következő időszakban sem. Jó, kérdezem, hogy kíván... Jó, Jóska, persze, akkor visszavontam az előterjesztést. A felügyelő bizottsághoz utalom ezt a kérdést, jó? Visszavontam az előterjesztést, megyünk tovább. És felkérem a felügyelő bizottság elnökét, hogy vizsgálja meg, hogy mi történt itt ebben a pár időszakban, jó? Nem baj, felkérem a felügyelő bizottság elnökét holnap, hogy vizsgálja meg ezt a dolgot. Akkor megyünk tovább, Gyógyír, KHT. Gyógyír, KHT. Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Kíván-e valaki kérdezni?
Kérdések köre. Parancsoljon. Miért? Miért keletkezett ez a maradvány? Miért nem költötte el a gyógyír abban az esetben, ha ez szükséges volt? Vagy pedig hát fel kell tennem a kérdést, hogy túltervezés történt a 90 millió forintos keret meghatározásakor, vagy sem? Köszönöm szépen, kérdezem, hogy van-e még kérdések, van-e még kérdés előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Kérdések körét lezárom. 30 millió forintot döntöttünk el a 2008-as, 60 milliót a 2009-es évben, egy akkori, egy 2008 júniusi számra, tehát a dolgozók száma durván 240 körüli volt, ha jól emlékszem, akik akkor abban az átmeneti időszakban szerepet vállaltak. Értelemszerűen ez a szám változik, ez a szám csökken, hiszen adott esetben kilépnek, ide mennek, oda mennek a dolgozók, tehát gyakorlatilag egy 6 millió forintos pénzmaradványa volt már a 2008-as évben, és a 2009-es évben látszik, hogy egy 12 millió forintos pénzmaradvány van. Tulajdonképpen javaslat az, hogy ezt szabadon használhassa fel, ezt a pénzmaradványt, és tulajdonképpen az teljes dolgozói körben, tehát közel 400 dolgozó körében kvázi évvégi jutalomként fizethesse ki. Tehát az a szándék, hogy az önkormányzat alapból ezt a 90 milliót erre a bérjellegű kifizetésre szánta a gyógyírnál, akkor ez maradjon is ott. Tehát nem tervezési hibáról van szó, hanem az élet által kínált helyzetről. No, kérdezem, hogy van-e a hozzászóló. Hozzászólásokat megnyitom. Hozzászólások, vélemények, javaslatok, hozzászólást, vélemény nem látok. Napirendi pont vitáját lezárom. Határozat hozatal következik. Az 1029. oldalon lévő határozat. Egyszerű szótöbbség most. Nulla tartózkodással elfogadtuk. Azt hiszem, hogy utolsó nyilvános napirendi ülésünk, ha jól látom. Átruházott hatáskörben hozott döntések. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz. Kérdést nem látok. Napirendi pont vitáját megnyitom. Sass Szilárd. Köszönöm a szót. Érdekes helyzet ez, hogy már megint az ilyen napirendi pontnál kell hozzászólnom. Ez ugyanaz a 11-es határozat, amit a múltkor egyik ülésen is feszegettem. Ez a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos határozat, amit ugye akkor hiányoltam, hogy az ügyben nem történt jelentés, holott régen meg kellett volna már történni annak, amit akkor januárban határoztunk. És erre föl most ebbe a tájékoztatóba úgy szerepel, mintha a feladat rendesen végre lett volna hajtva, holott ami itt föl van sorolva, az eléggé csekély feladat halmaz ahhoz képest, amiről határozatot hoztunk. Tehát egyrészt én eddig soha nem láttam, senki nem mutatott nekem akciótervet, tehát kellett volna készülni egy akciótervnek, ami alapján kellett volna a feladatokat végrehajtani. Itt ez a szöveg azt mondja, hogy az akcióterv alapján lettek elvégezve a feladatok. Én nem láttam az akciótervet, lehet, hogy képviselőtársaim látták. Azon kívül az van, hogy az ismertető tábláknak december 15-ig elkészülnek. Én úgy tudtam, hogy már májusban is elkészültek, csak nem lettek kirakva. Azon kívül az van itten lejelentve, hogy a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítő, illetve tájékoztató plakátok elkészültek, ezek folyamatosan eljutatásra kerülnek a célközönséghez. Az Új Budát újságban pedig cikk jelent meg erről. Egyáltalán nem ez volt a határozatban, hogy erről kell cikknek megjelenni, hanem az volt benne, hogy legalább fél évig a kerületi média minden formájában hirdetés jelleggel folyamatosan propagálni kell a helyes szelektív gyűjtés módszerét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem jelenti azt, hogy az akkori határozat végre lett hajtva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zöld Gellért.
Köszönöm szépen. Nagyon röviden. A Lágymenyösi Öböl Közpark ügyében nem látom a gazdasági számításokat. Lejárt a határozat. Köszönöm. Igenis. Kérdezem, hogy van-e még vélemény? Jó, akkor viszont a következőt javasolnám. Én a 11-es határozattal mélyen egyetértek, én felkérem tanácsnok urat, aki annó megkapta ezt feladatul, hogy akkor tekintse át ezt még egyszer, mert valóban úgy gondolom, hogy azzal, hogy most lejárt, azzal igazából nem vagyunk beljebb. Ami pedig az öböl tanulmányt illeti elkészült, én át fogom adni képviselő úrnak, és akkor egyben egy tájékoztatást is fogok azzal kapcsolatban adni, hogy hogyan állnak a tár. Mikor járt le a határozat? Mikor járt le a határozat? Nem december 31-e volt? Jó, akkor viszont, ha ebben én most nem találom, hogyha nincs benne, elkészült a tanulmány, át fogom adni képviselő úrnak a hasznosítással kapcsolatban. Nagyon-nagyon tanulságos, nagyon érdekes, nagyon sokat fogunk még róla beszélni, gondolom. De abban a formában, ahogy eredetileg benyújtani terveztem, a képviselő testület elé nem fogom benyújtani. No, további hozzászólót nem látok, akkor a napirendi pont vitáját lezárom. Határozathozatal következik. A 239. oldalon lévő határozatról döntünk, egyszerű szótöbbség most. Nulla tartózkodással elfogadtuk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm azoknak, akik végigkövették az elmúlt esztendőben, vagy esetleg a mai nap először találkoztak az Újbudai Önkormányzat ülésével. Biztos nagyon nagy élmény volt, további szép napot kívánok, és ahogy lakos úr az elején mondta, én a végén, akkor kellemes, boldog, békés, áldott karácsony, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. A nyilvános ülést ezzel befejeztük, mi zárt üléssel folytatjuk, ne menjenek sehová, mármint akiknek nincs dolguk. Köszönöm szépen, akkor a nyílt ülést bezárom, zárt ülés néhány perc múlva.